A vitaestünknek a témája, következő kérdések a meghívón is így szerepelt. Ha létezik Isten, hogyan engedheti meg a gonosz létét? Hol rejtőzik? Miért nem mutatja meg magát? Ha nem létezik Isten, akkor pedig miért utal rá számos bizonyíték? Mi az a kalám, a finom hangoltság, a leibnizi érv, amivel Isten létét akarják igazolni? Továbbá, hogyan egyezteti össze a tökéletesen jó Isten létét a gonosz valóságával egy teológus? És egy ateista filozófus mit válaszol a teista Isten érvekre? Ezeket a kérdéseket fogja megvizsgálni a mai vita keretében dr. Szalai Miklós, aki itt ül az egyik oldalon, filozófus, és Nagy Gergely, aki itt ül a másik oldalon, református teológus, lelkipásztor. Röviden bemutatom őket. Szalai Miklós 1984 és 1990 között járt az ELTE bölcsészettudományi karán történelem-filozófia szakra. 2001-ben szerezte meg summa cum laude történelem-tudományi, 2002-ben szintén summa cum laude a filozófia tudományos fokozatát, a doktorátusát. Pályáját a Pesti Könyves Kálmán gimnáziumban kezdte történelem szakos tanárként. Jelenleg a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének tudományos főmunkatársa, emellett oktat az ELTE bölcsészettudományi karán és a Budapesti Corvinus Egyetemen. Többek között a Létezik-e Isten? Ateista érvek a mai angol száz filozófiában című könyvnek a szerzője. Ez most nincs leírva, ezt a könyvet én magam is használtam az oktatásban, mindenkinek szívből ajánlom. A másik oldalon Nagy Gergely református teológus ül, lelkipásztor, 2015-ben diplomázott a Sárospataki Református Teológiai Akadémián, és ugyanebben az esztendőben szentelték lelkészszé a Károli Gáspár Református Egyetem doktorandusza. A már említett kálvinista apologetika alapítója, rendszeres résztvevője formális vitáknak, kerekasztal beszélgetéseknek, illetve előadó különböző témákban, római katolicizmus, homoszexualitás, ateizmus, hit és tudomány kapcsolata. A Rome Scholars and Leaders Network és az Evangelical Theological Society rendes tagja. A vitázó felek a következő módon fognak vitázni, egy kicsit rendhagyó módon, mert nem lesznek időkeretek, de mindenkit megnyugtatok, hogy be kell fejezni körülbelül 2 óra múlva ezt a vitát, de én nem fogom mérni a vitát, mert rendhagyó módon a vitázó feleink írásban ezt a vitát már lefolytatták, tehát lényegében föl fogják olvasni a nyitóbeszédeiket, aztán reflektálnak egymás nyitóbeszédeire, majd újabb reflexiók és a záró megnyilatkozások következnek az alapján, amit ők levélben már lefolytattak. A végén a lehetőség adódik arra, hogy a közönség kérdéseket tegyen föl. Ott van egy mikrofon, azon az oldalon. Oda ki kell állni, sorba kell állni a kérdésekért. És nagyon fontos, akkor majd még egyszer el fogom mondani, hogy az időkeretek miatt is kérdéseket várunk. Én magam is hasonló rendezvényeken voltam és vagyok sokszor, tehát nem saját elmélet kifejtését, nem vallomást vagy élettörténetet, ezekre sajnos nincs idő, bármilyen értékesek legyenek is, hanem valóban az előadókhoz intézett kérdéseket várunk. Ha lesznek, ennek nagyon fogunk örülni. Továbbá fontos hangsúlyozni, hogy a beszédek alatt, tehát amíg Szalai Miklós és Nagy Gergely beszél, szigorúan tilos a tetszés vagy nem tetszés kinyilvánítása. Tapsolni kizárólag a beszédek végén lehet. Fölvenni kérem, hogy senki ne vegye föl semmilyen rögzítő eszközre ezt az estét. Készül erről hangfelvétel, illetve film is. Ez majd elérhető lesz. Úgy emlékszem, hogy az első vita felvétele fönt van a YouTube-on, tehát ott megnézhető. Ugyanez fog történni ezzel a mai estével is, ezért kérem, hogy senki ne készítsen saját fölvételt. Akkor átadom a szót a vitázó feleknek.
Gergely kezdi a megszólalást, utána jön Miklós, és folyamatosan válaszolnak egymásnak. Jó estét kívánok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit, és nagyon örülök, hogy ilyen sokan eljöttetek, és érdeklődtök ez iránt a téma iránt. És rendkívül megtisztelő, hogy Szalai Miklós úrral vitathatok meg egy ilyen fontos és komoly kérdést. Ma este angol száz ateista és teista érveket fognak hallani Isten léte mellett, illetve Isten léte ellen. Lesznek olyan gondolatok, amik könnyebben érthetőek, befogadhatóak első hallásra, lesznek olyanok, amik talán nehezebbek, de érdemes mindenképpen a végéig maradni a vitának, senkit ne tántorítson el egy-egy nehezebb gondolat ettől a vitától, a végére ki fognak kerekedni, úgy gondolom, az álláspontok. Ma este, jó magam, három érvet szeretnék bemutatni önöknek a teizmus mellett. A teizmus az a nézet, miszerint létezik egy tértől és időtől független, anyagtalan, szükségszerű lény. Szóval emellett a nézet mellett szeretnék érvelni, és három érvemmel az alábbi következtetést szeretném majd felmutatni. Valószínűbb, hogy létezik, mint sem, egy az univerzumtól független, nem anyagi okozója a világegyetemnek, aki szükségszerűen létezik, tehát nem tud nem létezni, szükségszerűen létezik, és akinek a léte miatt a materialista, ateista álláspont elvetendő. Valószínűleg az általam felsorakoztatott érvek többek számára ismerősek lehetnek majd, továbbá nem teljes körűen kimerítőek, hiszen számos más jó érvet lehetne felemlíteni a teizmus és a kereszténység mellett. Azonban véleményem szerint ezek jól fogják illusztrálni azt, hogy a teista, illetve a keresztény hit nem vakhit, és nem valamiféle racionalitástól, valóságtól elrugaszkodott lázálom, hanem egy racionális és észszerű világnézet. Az első érvem Gottfried Leibniz nevéhez kötődik, és azt bizonyítja, hogy egy nem fizikai, anyagtalan, téren és időn kívül álló, szükségszerű létező a legjobb magyarázat arra a kérdésre, hogy miért létezik egyáltalán valami, és miért nem a semmi, miért létezik valami a semmi helyett. Ugyanis az, hogy miért létezik egyáltalán bármi, a filozófiának az egyik legalapvetőbb kérdése. Gondoljanak bele, hogy éppen valaki barátjával túrázik egy sivatagban, és belebotlik egy ember méretű átlátszó földgömbbe. És természetesen az egyik túrázó megkérdezi a másikat, a barátját, hogy került ez a földgömb oda, amire a barátja csak ennyit mond. Ne csodálkozz, ne keresd a magyarázatot, ez csak úgy megmagyarázhatatlanul itt van, és kész. Ugye valószínűleg senki nem elégedne meg ezzel a magyarázattal. Azt hinnénk, a barátunk csak viccelt, hogy sietni akart, de nem gondolnánk, hogy komolyan gondolta azt, hogy ez az átlátszó gömb csak úgy itt van a sivatag közepén, és nincs magyarázata létére. Miért nem? Azért nem, mert az a gömb a sivatag közepén egy kontingens létező, tehát elképzelhető, hogy ne létezzen, hogy az ne legyen éppen akkor ott egy esetleges létező. Tud tehát létezni, de önmagában nem kell léteznie. Tudjuk, hogy a sivatagban talált gömb létét magyarázza valami, ugye tipikusan az, ami létrehozta azt a gömböt. De hogyha megnöveljük az egyén által talált gömböt, és akkora méretű lesz, mint az univerzumunk, ettől még a magyarázat szükségessége nem fog elmúlni, ugyanúgy megmarad. Tehát a méret nem szünteti meg a magyarázat szükségességét. A kérdés tehát az, hogy mi a magyarázatunk az univerzum létezésére. Ugye az univerzumunk nem más, mint tér-idő valóság, beleértve minden anyagot. Ez az a definíció, melyet alapnak kell vennünk, és ebből következik, hogy az univerzumunknak az oka egy nem fizikai, anyagtalan, téren és időn kívül álló létező kell, hogy legyen, amely szükségszerűen létezik. Ugye szükségszerű olyan létező, ami nem tud nem létezni. Azonban csak két ilyen dolog létezhet, egy absztrakt objektum, egy szám vagy egy test nélküli lélek. Ugye az absztrakt objektumok nem lehetnek semminek az okai, hiszen nincsen akaratuk, ugye egy szám nem tud önmagában létrehozni semmit. Így az oknak személyesnek kell lennie, aki szabadon dönthet kontingens létezők létrehozásában. Tehát ezt az érvet, hogyha meg kéne fogalmaznunk, így lehetne felírnunk. Minden kontingens létezőnek kell lennie magyarázatnak a létezésére.
Ha az univerzumunk létezésére van magyarázat, akkor az a magyarázat egy transzcendens, nem kontingens, tehát szükségszerű, személyes létező. Az univerzumunk kontingens létező, tehát az univerzum létére van magyarázat, így az univerzum magyarázata egy transzcendens, személyes létező. A második érvem a kalám kozmológiai istenérv, melyet William Lane Craig keresztény filozófus újított meg a 20. század második felében. Eredetileg egy muszlim filozófustól, Al-Ghazalitól származik, és így írható fel. Az univerzum létezésének van kezdete. Ha az univerzum létezésének van kezdete, akkor az egy transzcendens okra vezethető vissza, így az univerzum létezésének transzcendens oka van. Először is az első premisszát szeretném alátámasztani, miszerint az univerzum létezésének van kezdete. Az ateisták nagyon sokáig úgy gondolták, hogy az univerzum öröktől fogva létezik, és soha nem volt konkrét kezdete. Azonban ma már filozófiai és tudományos szempontból is jó okunk van arra, hogy kijelentsük, az univerzum létezésének van kezdete. Filozófiai szempontból a végtelen múlt koncepciója abszurd, hiszen ez azt jelenteni, hogy a múltbeli események száma végtelen. Azonban azt még a matematikusok is elismerik, hogy megszámlálható végtelen a valóságban nem létezhet, mert az önellentmondáshoz vezetne. Így például a végtelenből nem tudunk kivonni végtelent a valóságban. Tehát a múltbeli események számának végesnek kell lennie, ha feltételezzük persze, hogy a múltbeli események valóságosan megtörténtek. Tudományos szempontból is jó okunk van arra, hogy kijelentsük, hogy az univerzum létezésének volt kezdete. 2003-ban Arvind Bord, matematikus, Alan Guth és Alexander Vilenkin, filozófusok bizonyítani tudták, hogy minden olyan univerzum, mely a létezése során tágul, véges múltú kell, hogy legyen, tehát nem lehet végtelen, hanem egy múltban levő téridő határa, tehát kezdete kell, hogy legyen. Mivel még nincsen a tudománynak kvantumelmélete a gravitációról, nem tudunk pontos fizikai leírást adni arról, hogy mi történt az univerzumunk első töredék másodperceiben. Azonban a Bord-Guth-Vilenkin tétel ettől független. Tételük alapján a kvantumvákum állapot, mely az univerzum kezdeti állapotára volt jellemző, nem lehet végtelen ideje létező, sőt, még ha az univerzumunk pusztán egy apró szelete a multiverzumnak, mely számtalan más univerzumból áll, a tételük alapján elmondható, hogy magának a multiverzumnak is kezdete kellett, hogy legyen, állítja legalábbis Alexander Vilenkin, ateista kozmológus. James Sinclair, fizikus, mondta, hogy Vilenkin megerősíti, hogy minden univerzumnak, ebbe beleértve a magasabb dimenziójú kozmológia és az ősrobbanás előtti kozmológia és a többi által modellezett univerzumokat, tehát minden olyan univerzumnak, amely tágul, véges időben csatlakoznia kell egy múltbeli határhoz. Természetesen számos spekulatív fizikai elméleti forgatókönyvet próbáltak meg kidolgozni a kutatók, például a Hoore-elméletet és a Hurok kvantum gravitációt, melyek zárt időbeli görbével rendelkeznek csak azért, hogy elkerüljék az abszolút időbeli kezdetet, melyet a Bord-Guth-Vilenkin tétel ír le. Ezek a modellek azonban tele vannak problémás elemekkel, de mi számunkra a kérdés szempontjából az a lényeges, hogy egyik modell sem kényszerít bennünket arra, hogy a véges múlt lehetőségét elvessük. Vilenkin szerint a kozmológiai modellek semmiképpen nem lehetnek örökkévalóak, nem nyúlhatnak az örökkévaló múlt felé. De ha ez így van, felmerül az elkerülhetetlen kérdés, hogy miért jött létre az univerzum, mi hozta létre az univerzumot? Az érv második premisszája szerint, ha az univerzum létezésének van kezdete, akkor az egy transzcendens okra vezethető vissza. A következőkben ezt szeretném alátámasztani. Ugye, hogyha a térnek, az időnek és az anyagnak, ezeknek a létezésének van kezdete, akkor a három dolognak az oka nyilvánvalóan nem lehet térbeli, időbeli és anyaggal bíró, nem függhet ezektől, hiszen ezzel azt mondanánk, hogy önmagát okozza az univerzum, ami abszurd. Így az univerzum oka egy tér nélküli, időtlen és anyagtalan, azaz transzcendens létező kell, hogy legyen. Bármi is legyen az univerzum, ugye ez az a tér, idő, anyag létezésének az oka, birtokolnia kell mind a képességet, azaz erővel kell bírnia,
mind a hajlamot, tehát személyesnek kell lennie ahhoz, hogy az adott három dolgot, a teret, időt és anyagot, tehát az univerzumot létrehozza. Azonban csak két olyan dolog létezik, ami erre képes, ami esetleg illeszkedhet ebbe a leírásba. Egy absztrakt objektum, például egy szám, vagy egy anyagtalan, értelmes és erővel bíró lény. Azonban az absztrakt objektumok nem lehetnek fizikai létezők okozói, hiszen ahogyan korábban is mondtam már, például a hetes szám önmagában nem képes semmit sem létrehozni. Így az univerzumok anyagtalan, értelmes, erővel bíró létező kell, hogy legyen. Ezt az érvet így írhatnánk fel újra. Az univerzum létezésének van kezdete. Ha az univerzum létezésének van kezdete, akkor az egy transzcendens okra vezethető vissza. Így az univerzum létezésének transzcendens oka van. A harmadik érvem az úgynevezett finom hangoltsági istenérv, mely szerint a tervezettség a legjobb magyarázat az univerzumunk finom hangoltságára. Ezt az érvet a következőképpen írhatjuk fel. Az univerzum finom hangoltságának oka vagy fizikai szükségszerűség, vagy véletlen, vagy tervezettség. Az ok nem fizikai szükségszerűség és nem véletlen, tehát az univerzum finom hangoltságának az oka tervezettség. Az elmúlt évtizedekben a tudósokat szinte sokkolta az a felfedezés, hogy az ősrobbanás kezdeti feltételei pont ahhoz voltak hangolva, hogy létrejöhessen intelligens élet olyan pontossággal és finomsággal az univerzumunkban, hogy az emberi észre szinte felfoghatatlan. Ez a finom hangoltság kétféle lehet. A természeti állandók, például a gravitációs állandó pontossága, amiket nem határoznak meg a természet törvényei, és a tetszőleges arányok és mennyiségek, mint például az entrópia vagy az anyag-antianyag közti egyensúly az univerzumunkban. Ezen állandók és arányok egy rendkívül szűk tartományban mozoghatnak ahhoz, hogy az univerzumunk, amiben élünk, életre alkalmas legyen. Csak egy példát mondanék erre, hogy ha az univerzumunkban található gyenge nukleáris előmértéke csak 10 a 100-on mértékben eltérne a jelenlegitől, akkor nem létezhetne élet az univerzumunkban. Ugye három magyarázatot adhatunk arra, hogy miért is ilyen finom hangolt az univerzumunk. Vagy egyszerűen ez fizikai szükségszerűség, tehát így kell lennie, vagy véletlen, vagy tervezettség okozta. A következőkben azt vizsgálom, hogy a háromból melyik lehet a finom hangoltságnak az oka. Először is úgy gondolom, hogy a finom hangoltság oka nem lehet fizikai szükségszerűség, hiszen a természeti állandókat nem a természet törvényei határozzák meg. Ha azonban nem fizikai szükségszerűség a finom hangoltság eredménye, akkor lehet-e véletlen? Hugh Ross, asztrofizikus, kiszámolta azt, hogy mekkora annak az esélye, hogy ezek az állandók úgy legyenek beállítva, hogy akár csak egy bolygón is élet lehessen az univerzumunkban, akkor, hogyha 10^22 számú bolygóval számolunk. Az eredmény pedig az lett, hogy 1/10^138 az esélye ennek, ami hihetetlenül kicsi szám, de 10 után 138 darab nulla felírva. És ezt vessük össze azzal, hogy az univerzumunkban mennyi atom található. Az univerzumunkban körülbelül 10^70 atom létezik. Az esély tehát gyakorlatilag nulla, persze nem zárhatjuk ki azt, hogy ez így alakult, de nekem nincs elég hitem ahhoz, hogy ezt elfogadjam és emiatt elvessem ezt az érvet. Az esélyek egyszerűen ellene szólnak. Ha tehát nem fizikai szükségszerűség és nem véletlenül az univerzumunk finom hangoltságának az oka, akkor a második premissza alapján a finom hangoltság a tervezettség eredménye. Így a világegyetem finom hangoltsága bizonyíték egy kozmikus tervező létére. Ismételten ez az érv így hangzik. Az univerzumunk finom hangoltságának oka vagy fizikai szükségszerűség, vagy véletlen, vagy tervezettség. Az ok nem fizikai szükségszerűség és nem véletlen, tehát az univerzumunk finom hangoltságának az oka a tervezettség. Három érvet hallhattak tehát a teizmus mellett, a leibnici, a kalám és a finom hangoltsági istenérvet. Ez a három érv úgy gondolom, hogy erősen alátámasztja azt, hogy egy nem fizikai, anyagtalan, téren és időn kívülálló, szükségszerű létező a legjobb magyarázat arra a kérdésre, hogy miért létezik valami a semmi helyett. Egy tértől, időtől független létező a legjobb magyarázat az univerzum kezdetére, és a finom hangoltság
arra adott legjobb magyarázatunk pedig a tervezettség. Úgy gondolom, hogy jó okunk van arra, hogy a teizmus mellett tegyük le a voksunkat, és elvessük a materializmust és az ateizmust. Köszönöm szépen! Kedves barátaim, tisztelt megjelentek! Mielőtt hozzákezdenék az érvek kifejtéséhez, egyfajta elhatárolódással kell kezdenem, azért is, mert ez egy keresztény gyülekezetnek a terme, ahol ez az előadás zajlik, és azért is, mert hát a megjelentek között is gondolom, hogy jó néhányan lehetnek hívő keresztények. Az elhatárolódásom ez abban áll, hogy én kérem szépen a embernek a vallásos érzését, mindenfajta vallásos hitet, és különösen a keresztény hitet mélységesen tisztele. Tehát vannak olyan ateista gondolkodók, meg vannak olyan ateista szónokok, meg vannak olyan fórumok, Magyarországon is neveket nem akarok említeni, ahol bántóan és tiszteletlenül minősítik a vallásos hitet, esetleg úgy gondolják, hogy az egyszerűen tudatlanságnak az eredménye, vagy babona, vagy a hatalmon levők érdekeinek a szolgáló ideológia, vagy ilyesmik. Én semmi ilyesmit nem gondolok. Én azt gondolom, hogy a vallásos hit az embernek egy mélyről jövő személyes igénye, nem akarom pontosan definiálni, hogy milyen, egy örök mélyről jövő emberi igény kifejeződése egyrészt, másrészt a legmagasabb rendű erkölcsi és kulturális értékek függenek össze vele. Tehát egy tiszteletlen ateizmus azért nekem semmi közöm nincsen. Én tisztelem a keresztény embereket, a hívőket, és ennek a fényében szeretném elmondani, ennek a tiszteletnek a hátterével, hogy miért nem értek egyet velük. Na most én két érvet szeretnék most elmondani az ateizmus mellett. Az egyik az a rosszból vett induktív ateista érv, a másik a rejtettségből vett ateista érv. Ezenken kívül léteznek más ateista érvek, és az estén még lesz azokról szó. Van vezető számomnak az úgynevezett ateista teleológiai érve, és arról is lesz majd szó, és van az egy Everitt nevű kortárs filozófusnak a mindenség méreteiből vett érve. A rosszból vett ateista érv, az tiszteletre méltó múltra tekinthet vissza a kultúránkban és a filozófiában. Ahogyan egy már nagyjából elfelejtett, de azért fontos, 19. századi gondolkodó Büchner mondta, a szenvedés az ateizmus szikla alapja. Most a rosszból vett érvnek az alapját jelentő dilemmát, azt már Epikurosz megfogalmazta az időszámításunk előtti 3. században. Ugye, ha Isten mindenható és tökéletesen jóságos, akkor meg kéne szüntetnie a világban található rosszat. Ugye, ha nem tudja megszüntetni, akkor nem mindenható, ha nem akarja, akkor nem jóságos. John Lewis McKay, egy 20. századi angol analitikus filozófus, az érdem, hogy tisztázta azt, hogy ez csak egy induktív ateista érv lehet, és nem egy deduktív érv. Ugye McKay fölismerte azt, hogy ez a három premisszánk, ugye, hogy a világban van rossz, hogy van egy mindenható és mindentudó lény, és hogy ez a lény tökéletesen jóságos, ez nem alkot egy formális ellentmondást, ezek egymással nem inkonzisztensek. Akkor válnak inkonzisztensé, akkor válna ez az érve egy deduktív ateista érvé, egy szigorú ateista érvé, hogy ha mi kiegészítjük ezt két további premisszával. Az egyik az, hogy egy mindenható és mindentudó lény mindent megtehet, amit akar, és a másik az, hogy egy tökéletesen jó lény mindig megszüntetni a rosszat. Ha ezzel a két premisszával kiegészítjük az első hármat, akkor egy tökéletesen jó deduktív érvet kapunk, csak ez a két premissza nem igaz. Egy mindenható és mindentudó lény sem teheti ugyanis meg azt, amit a logika törvényei szerint nem lehet megtenni, Isten mindenhatóságának a korlátja, a logikát alkotják a logika törvényei, és egy tökéletesen jó lény sem szüntetné meg a rosszat akkor, hogyha egy morálisan elfogadható indoka lenne arra, hogy ne szüntesse meg. Most ebből a két megállapításból az következik, hogy
Isten nem szüntetné meg a rosszat akkor, hogyha a rossz logikai szükségszerűséggel hozzátartozik valami nagyobb jóhoz, vagy pedig logikai szükségszerűséggel megelőz valami még nagyobb rosszat. Ugye? És mivel ez a lehetőség, ez fennáll, hogy ez így van, ezért a mai ateista filozófusok induktív érvnek ként fogalmazzák meg a rosszból lett ateista érvet, ez egy erős induktív érv. Ugye ennek az induktív érveknek az a tulajdonságuk van, hogy egy erősebb induktív érv a másik álláspont mellett az ellensúlyozhatja őket, ezért nevezi. William L. Rove, a legnagyobb legkiválóbb képviselője ennek az érvnek, a maga érvét, a maga ateizmusát egy barátságos ateizmusnak, friendly ateizm. Ez azt jelenti, hogy a rossz kérdése miatt az ateistának racionális alapjai vannak arra, hogy azt gondolja, hogy Isten nem létezik, de elképzelhető egy olyan teista, főleg ha figyelme vesszük azt, hogy milyen hosszú története van az Isten kérdésnek, akinek racionális alapjai voltak ennek ellenére arra, hogy Isten létezik. És ezért, mert ezt a lehetőséget elismerjük, elvileg, ezért ez egy induktív érv, amely egy ilyen óvatos ateizmust involvál. Na mostan a Rove és a vele egyetértő ateista filozófusok, tehát úgy fogalmazzák meg a rosszból vett induktív ateista érvet, hogy elvileg az lehetséges, hogy minden rossznak, amiben a világban találkozunk, minden ilyesmi logikai szükségszerűséggel hozzátartozik valami nagyobb jóhoz, vagy valami nagyobb rossz megakadályozásának az eszköze. Ez elvileg lehetséges, de gyakorlatilag rendkívül valószínűtlen. Rove egy olyan példát hoz fel, ugye, amikor egy ember nem járta őserdőben, megég egy őz, aztán napokig kínlódik a vackán, és elpusztul. Nyilván Isten megtehette volna, hogy az őz ne égjen meg az erdőtűzben, vagy ha már megégett, akkor ne pusztuljon ebbe bele, vagy ha már elpusztul, akkor pusztuljon el azonnal, és ne szenvedjen előtte napokig. Amennyire mi látjuk, és ez nagyon fontos lesz ez a kitétel, az amennyire mi látjuk a továbbiakban, az ő szenvedése teljesen céltalan volt. Természetesen nem tudhatjuk azt, hogy az ő szenvedésének nem volt-e valamilyen titokzatos célja, amit mi nem látunk. De az, hogy az emberi és állati szenvedés minden hasonló esetének volt valamilyen rejtett célja, az teljesen valószínűtlen. Na most, mit tehetnek a keresztény vagy teista filozófusok, ugye a rosszból vett induktív ateista érvel szemben? Hát először is fölhozhattak egy erősebb Istenérvet, azzal próbálkozott az imént a Nagy Gergely lelkész úr, tehát mondhatják azt, hogy igaz, hogy a rossz valószínűtlenül teszi Isten létezését, de vannak pozitív érveink a teizmus mellett, és azok ezt ellensúlyozzák. Most ezt a lehetőséget, ezt egyrészt azért nem tárgyalom most meg, mert ugye ezt megtárgyalja majd Nagy Gergely lelkész úr, mivel meg is tárgyalta egyrészt, másrészt pedig azért, mert az istenérvek, azok még ha jók is lennének, szerintem nem azok, de ha jók lennének, akkor is csak azt bizonyítanák, hogy a kozmosznak van valamilyen spirituális teremtője. De nem azt, hogy ez a lény, ez egyszer mind jóságos. Az elrejtett kísérletek azok egyértelműen gyengék, amelyek azt akarják bebizonyítani, hogy ez a lény még jó is. Tehát ezért ezt a lehetőséget most nem vizsgálom. Közvetlenül kétféleképpen próbálhatja meg egy teista vagy keresztény filozófus megcáfolni a rosszból vett induktív ateista érvet. Az egyik lehetőség az, hogy kidolgoz egy teodiceát. A teodiceák olyan gondolatmenetek, amelyek azt állítják, hogy a rossznak a bizonyos esetei vagy minden esete az hozzá tartozik logikai szükségszerűséggel valami nagyobb jóhoz. Na most valami nagyobb jó létrejöttének a logikailag szükségszerű előfeltétele. Kérem szépen, tessék arra nagyon odafigyelni, hogy logikailag szükségszerű, mert a populáris vallási propagandában gátlástalanul használják ezt az érvet, és mindig azt mondják, ugye, hogy Isten olyan, mint a keményen büntető szülő, vagy a fájdalmasan operáló orvos. Fájdalmasan operáló orvos jót tesz az emberrel egy nagy fájdalomnak az árán, a keményen büntető szülő is jót tesz a gyermekével szintén a fájdalom vagy a rossz árán. Ugye csak ezzel az a probléma, hogy sem a keményen büntető szülő, sem pedig az orvos nem mindenható lények. Tehát az ő esetükben a rossz és a jó közti összefüggés kauzális jellegű, vagy természettörvényi jellegű, nem logikai jellegű. Ezekben az esetekben az Isten elérheti a jó célt a rossz eszközök nélkül is. Tehát ő meggyógyíthatná a beteget szenvedés nélkül, vagy formálhatná a gyerek karakterét szenvedés nélkül is, mert ez logikailag lehetséges. Vannak viszont olyan esetei valóban a
rossznak, amelyek logikai szükségszerűséggel tartoznak hozzá valami jóhoz. Hogy melyek ezek az esetek pontosan, azt elég nehéz tisztáznunk. Mondok egy plauzibilis példát, ugye Kertész Imre nagy írónk, ugye koncentrációs táborban töltötte a kamaszkorát, és egy olyan regényt írt belőle, a Sorstalanságot, ami ugye kiérdemelte a Nobel-díjat. Na most lehetséges-e koncentrációs táborban töltött kamaszkor nélkül jó regényt írni? Koncentrációs táborokról, meg a szenvedés, arról a fajta szenvedésről, amit ez jelentett. Hát talán igen, de nem valószínű. Nagyon valószínű, hogy ez logikai lehetetlenség. Ugye? És nyilván számos más eset is van, ugye, hasonló. Ateista filozófusok nem azt állítják, hogy nincsenek olyan esetei a rossznak, amelyek logikai szükségszerűséggel hozzátartoznak valami nagyobb jóhoz, hanem csak azt, hogy a nagyon sok esete a rossznak, talán a többségük nem ilyen. Nincs rájuk szükség valami nagyobb jó megvalósításához. Na most a legtipikusabb teodicea, amikor valaki konkrét példát próbál hozni arra, hogy milyen jó célokat szolgál a rossz, az az úgynevezett szabad akarati védelem. Szabad akarati védelem azt állítja, hogy amennyiben nem volna a rossz, akkor nem tudnánk szabadon választani a jó és a rossz között. Most itt azt kell látnunk, hogy arra a fajta szabad akarat, amire a szabad akarati védelem hivatkozik, az az úgynevezett libertárius szabad akarat. Szabad akaratnak többféle filozófiai felfogása van, van az úgynevezett kompatibilista, és van a libertárius. Kompatibilista szabad akarat felfogás szerint a szabad akarat összeegyeztethető azzal, hogy az emberek döntéseit a rendelkezésükre álló információk és a lélektani vagy társadalmi tényezők, amik hatnak rájuk, tehát a motivációk tökéletesen determinálják. Most egy kis szabad akarat a külső kényszertől, a személyiségen kívüli kényszertől való szabadságot jelenti. Na most, hogyha ezt a fajta szabad akarati felfogást valljuk, ez nem alkalmas arra, hogy megvédje Isten létezésének a hipotézisét a rosszból vett ateista érvel szemben. Ugye azért nem, mert hogyha az emberek döntés, ha elismerjük azt, hogy az emberek döntéseit meghatározzák, a szabad döntéseket is meghatározzák, azok az információk, meg motivációk, amelyekkel rendelkeznek, meg azok a motivációk, amik hatnak rájuk, akkor azt is mondjuk, hogy Isten adhat, ezzel elismerjük azt, hogy Isten adhatott volna az embereknek más motivációkat, más érzéseket, más belső motivumokat, vagy más információkat, és csak nem követték volna el a rosszat. És ezt nem tette meg, ezért Isten mégiscsak felelős a rosszért. Tehát a szabad akarati védelem céljaira kizárólag a libertárius szabad akarat alkalmas. Most a libertárius szabad akaratnak a létezését azt nem tudjuk konzisztensen cáfolni, mert ehhez mesterséges embereket kéne előállítanunk, akiknek a genetikai állománya is és a környezete is, tehát minden a kauzális tényező, ami hatott rájuk, teljesen azonos. Nem tudunk elvégezni egy ilyen kísérletet, de mindazonáltal az a tény, hogy egyre jobban és jobban, ahogy az emberrel foglalkozó tudományok fejlődnek, a pszichológia, meg a biológia, meg a szociológia, egyre jobban és jobban előre tudjuk jelezni az emberi viselkedést, az arra mutat, hogy valószínűleg nincs egy ilyen lyuk az okok hálóján, amit a libertárius szabad akarat ugye feltételez, valószínűleg az emberek viselkedését teljesen vagy nagyon nagy részben determinálják azok a lélektani és társadalmi tényezők, amelyek rájuk hatnak. Na most ezen kívül az is a libertárius szabad akarat ellen szól, hogy az ember legalábbis első nekifutásra egy fizikai test, amely a fizikai világban létezik, már pedig a makroszintű fizikai valóságban a testek azok kauzálisan determináltak. És ezért vélhetően az ember is az. Néha szoktak arra hivatkozni, hogy mikrofizikai szinten a történések nem determináltak a kvantumfizikában, és ez igaz is, de hát az a helyzet, hogy ennek a makroszintű valóságban a kihatása abnormisan csekély, minimális. Ugye? Tehát ez nem ér amellett, hogy egy komoly, tényleges olyan tényező hatna az emberek döntéseire, mint a libertárius szabad akarat.
Tehát valószínűleg nincs libertárius szabad akaratunk, de ha volna, akkor kérdés, hogy megérné-e egy ilyen típusú szabadság azt a tömérdek rosszat, amivel jár. Ironikus módon itt ellentmond a szabad akarat saját magának, mert ugye van például egy sorozatgyilkos, akinek Isten azért, hogy ugye megöl 22 szemét. Most ugye nyilván ezeknek ezzel megszünteti a szabad akaratát is. Most kérdés, hogy az Isten szemében miért volt annyira értékes ennek az embernek a libertárius szabad akarata, hogy megengedje neki, hogy 22 másik személynek a szabad akaratát megszüntesse vele. Na most, hogyha a szabad akarat használata miatt ugye egyrészt rengeteg szenvedést okozunk másoknak, egyrészt, másrészt pedig nagyon sok ember emiatt ugye a hagyományos felfogás szerint az örökkárhozatra fog jutni, és ott végtelenig fog szenvedni, akkor kérdés, hogy nem tett volna el jobbat Isten az emberiséggel, hogyha inkább korlátozza a szabad akaratunkat. Na most, hogyha ezekről a nehézségekről félretesszük, akkor is az marad a helyzet, hogy hát egy csomó szenvedés van, amelyet amennyire látjuk, nem szabad ágensek cselekvései okoztak. Ilyenek a betegségek, ilyenek a természeti csapások, és ilyen az állatok szenvedése, amelyet egymásnak okoznak. Na most a második fontos teodicea, az az úgynevezett heroikus erények teodiceája, amely kiterjeszthető azokra a szenvedésekre is, amelyeket nem szabad ágensek okoznak. Inkább a heroikus erények helyett inkább mondanék egy átfogóbb elnevezést rá, amely egy mai angol keresztény anglikán teológustól származik, John Hicktől, ugye soul-making theodicies, amit úgy fordítottam, hogy lélekformálási teodicea. Tehát azért van a rossz, mert kiformál bennünk bizonyos nemes erényeket, például bátorságot a szenvedéssel szemben, vagy a szenvedés okainak a kutatását, az emberi együttműködést a szenvedés megszüntetése érdekében, és a részvételt a szenvedőkkel szemben. Na most, kétségtelen tény az, hogy vannak esetek, amikor a nem szabad ágensek által okozott szenvedés, a természeti csapások vagy a betegségek, azok ilyen erényeket formálnak ki az emberekben, ez nem vonható kétségbe. A probléma azonban az egyrészt, hogy kétséges az, hogy megéri-e ez a jó, azt a rosszat, amivel a természeti, a nem erkölcsi rossz jár. Ugyanis egy jóságos lényről azt feltételezzük, hogy a teremtményeit elsősorban boldogakká akarja tenni, és csak utána, és csak bizonyos mértékben nemesekké. Ezen kívül, tehát nem nemes emberi tulajdonságokat akar bennük kialakítani, hanem elsősorban azt akarja, hogy boldogok legyenek, már pedig a természeti rossz ezt ugye megakadályozza. Na most, azon kívül a természeti rossz mennyisége messze meghaladja azt, ami a nemes jellemvonások kialakításához szükséges. Most vegyük például a himlőt, amelynek csak a 20. században 100 millió áldozata volt, és túlnyomó részt ezek a kisgyerekek. Na most Isten berendezhette volna úgy a világot, hogy a himlőt csak azok az emberek kapják meg, akik már elértek egy bizonyos életkort, és akkor már egyrészt élveztek valamennyit az életből, másrészt módjuk is van rá, hogy méltósággal, vagy a többiek iránti részvétel, vagy így, vagy amúgy szóval valamilyen heroikus és szép módon, nemes módon viseljék a szenvedést. Na most itt a probléma az, hogy a természeti rossz nagyon sok olyan lény ér a gyermekeket, szellemi fogyatékosokat, és az állatokat, és főleg az állatokat az ember megjelenése előtt évszázmilliókon át, ugye, akikben ezek a nemes jellemvonások nem alakulhatnak ki, mert ugye nincs le a szónak a vallási értelmemet lelkük, nincsen szabad akaratuk, és ezért nem alakulhatnak ki bennük ezek a nemes tulajdonságok. Most erre persze az a válasz, hogy Isten ezeknek a lényeknek a szenvedését azért engedi meg, hogy a szabad akarattal és erkölcsi érzésekkel bíró lényekben kialakulhassanak ezek a nemes tulajdonságok. A mi lelkünk formálása érdekében engedi azt meg, hogy mások, öntudatlan lények is szenvedjenek. Ez azonban morálisan problematikus, mert kérdés az, hogy Istennek joga van-e morálisan joga van-e eszközként felhasználni ártatlan lényeket, öntudatlan lényeket, akik ártatlanok, definíció szerint, hiszen ugye nem követhetnek el bűnt, mert nincs öntudatuk, azért, hogy ezzel nemes vonásokat, vagy erkölcsileg
jelek, szép vonásokat alakítson ki másokban. Legtöbbünknek a morális intuíciója ugye az, hogy egy jóságos lény a saját azokat a lényeket, amelyeket teremt, azokat nem ítéli egy szörnyűséges és boldogtalan életre azért, hogy emiatt más teremtményeinek a lelkét formálja. Végezetül pedig hát a főleg a nem emberi lények szenvedésének a nagyon jelentős része úgy valósult meg, hogy soha semmilyen tudatos lényről a tudomást nem szerezhet, és ezért nem is szolgálhatja ezt a célt. Na most a teodiceák, ma már kialakult egy konszenzus a mai angolszász keresztény filozófiában is, hogy a teodiceák elégtelenek a rosszba vett induktív ateista érvnek a megcáfolására, és ezért létezik az úgynevezett defenzív szkepszis elmélete vagy irányzata, ezt úgy is szokták hívni, hogy szkeptikus teizmus. Szkeptikus teista vagy defenzív szkeptikus teológus nem azt mondja, hogy tudjuk, hogy mi az oka annak, hogy Isten miért engedi meg a rosszat, hanem azt, hogy abból, hogy nem tudjuk, nem tudhatjuk azt, hogy nincs-e egy ilyen ok. Mert hogyha volna valamilyen célja a rossznak, akkor azt mi nem látnánk valószínűleg, mert hát egy mindenható és mindentudó lénynek az indokait hogyan is láthatnánk át. Tehát ez nem tesz eleget valaminek, amit egy ilyen keresztény filozófus úgy nevez, hogy condition of reasoned epistemic accessibility, kornea, az észszerű episztemikus hozzáférhetőség feltétele, ugye, nem tesz eleget annak a követelménynek, ez az ateista következtetésünk, hogy ugye a tapasztalatunk más lenne akkor, hogyha a következtetés nem volna igaz. Ugyanolyannak látnánk a világot akkor is, hogyha volna Isten és a rossznak oldalak céljai, mint amilyennek így látjuk. Ugye, mert akkor se látnánk ezeket a célokat. És ezért nem alapozhatunk arra, hogy nem látjuk ezeket a céljait a rossznak, nem vonhatjuk le azt a következtetést, legalábbis megnyugtató bizonyossággal nem, hogy Isten nem létezik. Na most a defenzív szkepszissel kapcsolatban többféle stratégia létezik, és ezek közt van, amely jó és van, amely nem jó. Én beszeretnék most mutatni három ateista érvelési stratégiát, amelyek szerintem működnek a defenzív szkepszissel kapcsolatban. Az első az úgynevezett eddüktív vagy jobb magyarázat típusú érvek alkalmazása. Jobb magyarázat típusú érvek azt mondják a jelen esetben, Paul Draper nevű filozófus dolgozta ki részletesen, szóval azt mondja Draper, hogy persze, hogy a teizmus alapján nem tudjuk eldönteni azt, hogy mekkora volna a rossz valószínűsége Isten világtervében, de minden esetre az ateizmus alapján a rossznak a létezése nagyon is plauzibilis. Hogyha nincs Isten, vagy csak egy irántunk közömbös Isten van, akkor nagyon plauzibilis az, hogy a világegyetemnek a természeti folyamatai olyanok, hogy bennük az érző lények azok sokszor nagyon keményen szenvednek. Ha viszont Istennek a létezéséből indulunk ki, akkor ez a valószínűség legalábbis bizonytalan. Tehát az ateista vagy naturalista világképe jobb magyarázata minden esetre a rossznak, mint a teizmus. Akkor is, hogyha a teizmus alapján nem tudjuk pontosan, mekkora lenne a rossz valószínűsége. Ugye, amikor van egy empirikus hipotézis, és van egy empirikus tény, és annak van két hipotézis, amely az egyik jól megmagyarázza, a másik meg nem magyarázza meg jól, csak nehézkesen, akkor az elsőt szoktuk preferálni. Tehát ez önmagában ad nekünk egy racionális indokot arra, hogy elfogadjuk az ateizmust. A második számú stratégia az, hogy amennyiben nem feltételezzük Istenről azt, hogy olyan célokért engedi meg a rosszat, amelyek a magának, a szenvedőnek a boldogságával vagy kiteljesedésével összefüggenek, akkor azt kell gondolnunk, hogy Isten instrumentumként használja a saját teremtményeit eszközül más teremtmények javára, vagy valamilyen kozmikus cél javára. Ugye? Most a legtöbbünknek a morális intuícióival nem egyeztethető össze az, hogy Isten egy olyan szenvedést, mint amilyen az őzé, megenged, amit az elején említettem, vagy a holokauszt áldozataié, azt megenged egy olyan célért, amihez ezeknek az embereknek semmi közük nincsen. Tehát például azért, hogy a kozmosz harmonikusabban nézzen ki, vagy hogy jobban tudjuk értékelni a kozmosz harmóniáját, mondjuk az őznek a szenvedése, vagy az elemi csapások, vagy a betegségek fényében. Ugye?
Tehát mondjuk körülbelül 65 millió évvel ezelőtt ide zuhant, ide a Földre egy meglehetősen nagy aszteroida a Yucatán félszigetre. A mai biológusok, azt nincs konszenzus, de nagyjából azt, hogy felét vagy a kétharmadát kiirtotta az akkori élőlényeknek ez a meteorit. Na most lehetséges, hogy ennek a meteoritnak van valami jelentősége Isten kozmikus világtervében. De a legtöbben úgy érezzük, hogy hiába van egy ilyen kozmikus cél, vagy ez hiába járul hozzá a kozmosz harmóniájához, vagy a kozmosz rendjéhez, vagy a kozmosz szépségéhez, akkor is ezeket a lényeket puszenvedésre és pusztulásra ítélni nem lett volna szabad. Tehát föl kell tételeznünk ebben az esetben a szenvedések, szenvedők számára is valami pozitív célt, és mivel hát általában nagyon sokszor belepusztulnak a szenvedésekbe, ezért föl kell tételeznünk egy boldog, vagy kielégítő, vagy kiteljesedést adó túlvilági létezést. Na most a túlvilági létezés ellen viszont komoly empirikus érvek szólnak, és ezért ez már egy újabb, kétséges valószínűségű póthipotézis. Ez a kettes számú stratégia. A hármas számú stratégia az, itt most megint vissza kell gondolnunk a szülő analógiájára. Ugye a szülő, amit ugye előszertettel használnak a keresztény filozófusok. Keményen büntető szülő vagy az orvos, az mit csinál, amikor szenvedést okoz az embereknek, ugye, vagy a gyermekének, amit ott van és vigasztalja. Biztosítja a saját szeretetéről. És Istentől is azt várnánk, hogy ha szenvedést okoz nekünk valamilyen titokzatos célért, akkor biztosít bennünket, elmagyarázza nekünk, hogy mi ez a cél, ahogy a szülő is elmagyarázza a gyermeknek, hogy fáj az oltás, keserű a gyógyszer, de a te érdekedet szolgálja, ugye normális esetben az orvos is elmagyarázza a betegnek, hogy miért van szükség a fájdalmas kezelésre. Tegyük fel, hogy ezt nem tudja megtenni Isten, mert nem lehet, nem megmagyarázható ez a cél, mert távoli, meg titokzatos, meg felfoghatatlan számunkra, akkor is biztosíthatna bennünket arról, hogy van célja a szenvedésnek, mert biztosít bennünket a szeretetéről. Most az igazsága arról, hogy ő létezik és szeret bennünket. De az igazság ezzel szemben az, hogy emberek és állatok százmilliói, milliárdjai éltek át iszonyatos szenvedéseket, anélkül, hogy bármiféle vallási tapasztalatuk, vagy érzésük, vagy bizonyosságuk lett volna arról, hogy Isten jelen van és szereti őket. Maga az évnek a kidolgozója, William Arrow leírja, hogy ő maga egy keresztény teológus volt, sőt egy fundamentalista teológus, és egyszerűen hiába várta Isten jelenlétét az életében, de nem tapasztalta meg. Tehát nem érkezett meg. Most ez a harmadik számú téma, ez a harmadik számú érvelési stratégia, hogy tehát Isten nem magyarázza meg nekünk a rosszat, nem vigasztal meg érte, nem biztosít a jelenlétéről, ez át is vezet a kettes számú ateista érvhez, amelyet csak nagyon röviden fogok ismertetni, mert kifutunk az időből. Ez a kettes számú ateista érvez arról szól, hogy amennyiben Isten egy olyan lény, amelyet a keresztény teológia és az iszlám és zsidó teológia Istennek nevez, tehát egy mindenható, mindentudó lény, aki megteremtette a világot és kormányozta, egy ilyen létezne, akkor ez evidenciákat adna nekünk a saját létezéséről. Tehát biztosítana bennünket arról, hogy létezik, mert különben egy nem megfelelő életstratégiát fogunk folytatni, mindenféle nem megfelelő saját érdekeink szempontjából sem megfelelő dolgot fogunk csinálni, sőt esetleg, hogyha ha hagyományos felfogást követjük, akkor a pokolba fogunk jutni. Na most a tipikus keresztény, illetve teista válasz erre az, hogy a választás szabadságát, a keresés szabadságát védi Isten azzal, hogy nem mutatja meg magát. Most az igaz, illetve a jó és a rossz közti valóban szabad választásunk szabadságát védi ezzel. Ezzel az a probléma, hogy egész egyszerűen sokkal több hitetlenség és sokkal több bizonytalanság van, mint ami ehhez a fajta választási szabadsághoz kellene. Ezen kívül, hogyha biztosan tudnánk azt, hogy Isten létezik, az nem zárna el bennünket a választástól, vagy a szabadságtól, attól, hogy istenfélő életet élünk-e, vagy sem, mert hiszen az emberek azt is tudják, például, hogy a dohányzás káros az egészségre, mindenki egy bizonyos mennyiségű felelősség tudattal rendelkezik, és kicsit gondolkodik a dolgon, az rájöhet arra, hogy dohányzás káros az egészségre. Ennek ellenére az emberek dohányoznak, különböző önbecsapási stratégiákat alkalmaznak, vagy azt mondják, hogy az, amit ők dohányoznak, az ahogy ők dohányoznak, az még nem olyan súlyos, vagy elfedik azt, hogy a tudatok elől, hogy mennyire
súlyos kárt okoz a dohányzás. Na most a Isten kérdésben is ezek a formái rendelkezésre állnak az embereknek, az önbecsapásnak, vagy az igazság elfedésének, ezek akkor is rendelkezésre állnának, hogyha ez egy biztos tudása lenne az emberiségnek, hogy Isten létezik. Na most egy további nagyon fontos érvelési stratégia, főleg manapság, főleg a II. Vatikáni zsinat óta, amire még itt ki kell, hogy térjek, az az anonim hit elmélete. Ez egy Karl Rahner nevű teológus, aki talán itt sokan ismernek, dolgozta ki. Rahner szerint ugyanúgy, ahogy lehetséges az, hogy valaki ugye a vallásos viselkedése, tudatos vallásos meggyőződése és a vallásos élete ellenére elzárkózik Istentől és elzárkózik Jézus Krisztus is, és a benne adott megváltástól, és nem igazi keresztény. Ugyanígy lehetséges az ellenkezője is, hogy valaki valamilyen kulturális, vagy ilyen, vagy olyan okból nem tud tudatos vallásos életet élni, de a szíve mélyén igent mond Istenre, és arra az üdvösségre, amit ő nekünk az evangéliumban felkínált, ugye? És ezeket nevezi ő anonim keresztények. És az anonim keresztények elméletével az a probléma, hogy ezek az implicit vagy nem tudatos utak Istenhez, ezek vagy egyenrangúak a tudatos vallásos hittel és az azon alapuló élettel, vagy csekélyebb értékűek. Mondjuk például az ilyen emberek azok több időt fognak tölteni a halál után a purgatóriumban, vagy nehezebben tudnak kívül módon viselkedni, vagy ilyesmi. Na most amennyiben ezek az utak egyenrangúak a tudatos vallásos magatartással, akkor semmi értelme annak, amit a keresztények csinálnak, hogy tudnélik, terjesztik a hitet, evangelizálnak folyamatosan. Mert akkor nincs értelme, mert hát ugyanúgy az illetők azok, ugyanúgy kapcsolatba kerülhetnek Istennel, mint a tudatos hit nélkül. Ezt a konklúziót nyilván csak kevés keresztény vagy mohamedán vállalná, hiszen mind a két vallás azt gondolja, hogy terjeszteni kell a hitet, és meg kell győzni a hitetleneket. A másik lehetőség, ha amennyiben ezek csekélyebb értékűek, ezek az implicit utak, tehát valahogy nehezebben, vagy később jutnak el ezek az emberek az Istenhez való kapcsolathoz, akkor Isten részéről igazságtalan volt az, hogy egy sor embernek egyszerűen földrajzi és kulturális okokból ilyen implicit, ilyen kevésbé jó lehetőségeket adott a vele való kapcsolatteremtésre, mint amilyen a tudatos hit lenne. Tehát ebben az esetben Isten személyválogató, ugye, mert akkor felmerül a kérdés, hogy Tajföldön, ahol a lakosság többsége egy buddhista, a buddhizmust azt tekintetjük egyfajta ateizmusnak, ugye, akkor ott miért van olyan kevés embernek csak ilyen implicit lehetősége az Istennel való kapcsolatra, és Szaúd-Arábiában, ahol ugye mindenki teista, muszlim ország, ott meg miért van több? No, ennyit szerettem volna mondani. Én azt gondolom, hogy mind a két érv külön-külön is, és együtt végképpen, mert egymást erősítik, mint az előbb próbáltam bemutatni, egy megfelelő alapot nyújt nekünk arra, hogy Isten nem létezik. Köszönöm szépen! Először is szeretném megköszönni Szalai Miklós úrnak a remek nyitó beszédét, amiben demonstrálta azt, hogy pozitív érveket is fel lehet sorakoztatni Isten létével szemben, az ateizmus mellett. A reflexium kapcsán szeretném leszögezni, hogy a célom felmutatni azt, hogy mind a rossz léte, mind pedig az Isten rejtettségével kapcsolatos problémákra jó választ ad a kereszténység. Így pedig, hogyha a kereszténység igaz, akkor ezek nem problémák számunkra. Természetesen ezzel együtt jár az, hogy sem a rosszból, sem a rejtettségből vett érv önmagában nem cáfolja meg a kereszténységet, és az, hogy ezek a problémák megválaszolásához egyetlen, és az, hogy ezen problémák megválaszolásához egyetlen hipotézist kell feltennünk, az, hogy a kereszténység igaz. Viszont azt is szeretném nyomatékosítani, hogy ez nem jelenti azt, hogy a mostani reflexiómban előfeltételezem azt, hogy a kereszténység igaz lenne, hanem a teizmus speciális keresztény formáját képviselem, és amellett érvelek, hogy a Szalai Miklós úr által felvonultatott kritikák a keresztény teizmussal szemben nem állják meg a helyüket. Úgy gondolom, hogy a rosszból vett ateista érv, ha önmagában állna, talán a legerősebb érv lenne bizony a ateizmussal és a kereszténységgel szemben. Szalai úr elismerte, hogy a rossz léte a világban nem zárja ki logikailag Isten létét, de az érve szerint nagyon valószínűtlenné teszi azt. A következő rövid időmben egy olyan védekezést szeretnék felmutatni az érveivel szemben, melyek eltérnek azoktól, melyekről a nyitó beszédében hallhattak. Egyik védekezési stratégiát sem tartom a keresztény teista filozófusok részéről elfogadhatónak azok közül, amit felsorolt Szalai úr, tehát egyetértek abban, amiket kritizált. Én ma este egy kifejezetten keresztény
kálvinista választ, és ezen szeretnék felmutatni, és ezen keresztül válaszolnám meg tételesen azokat az érveket, amiket Szalai úr a nyitóbeszédében kifejtett, felvetett. A védekezésem a bizonytalan méretű demonstratív javakon alapul, melyet Christopher Green dolgozott ki, és amely választ adhat a felvetett problémákra. Az érvelésem, illetve Green érvelése azon alapul, hogy bizonyos demonstratív javak szükségszerűvé teszik azt, hogy Isten megengedje a rosszat ebben a világban, és mivel ezeknek a mérete bizonytalan, nem alkothatunk olyan értékítéletet felette, melyet például Szalai úr tett a nyitóbeszédében, tehát, hogy túlzóak, a mennyiségük meghaladja azt, amennyi szükséges lenne ezen javak megismeréséhez, vagy feleslegesek, és valószínűtlenné teszik Isten létét, stb. A demonstratív javak alatt a továbbiakban a beszédemben olyan javakat értek, melyek valaminek a demonstrálásával függnek össze. Például azok, akik Isten rejtettségére hivatkozva kritizálják a kereszténységet, tudják, hogy ha Isten létezne, akkor fontos lenne számára, hogy különböző úton, módon bizonyságot, bizonyítékát adja az ő létezésének, és tényeket közöljön magáról. Ugye a Szentírás számunkra, a keresztények számára folyamatosan arról tesz tanúbizonyságot, hogy Isten bizonyos rossz eseményeket használ fel arra, hogy egyes tulajdonságait vagy szándékait megismertesse az emberekkel, demonstrálja velünk. Ilyen például a vakon született férfi esete a Szentírásban, ahol ezt olvassuk. Amikor Jézus továbbment, meglátott egy születése óta vak embert. Tanítványai megkérdezték tőle, Mester, ki vétkezett, ez vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus így válaszolt, nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. De ide tartozik Jézus Krisztusnak a halála is, amiről azt írja Pál apostol a római levélben, Isten ingyen igazít meg az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban lett váltság által. Őt rendelte Isten engesztelő áldozatul az ő vére által azoknak, akik hisznek. Ebben mutatta meg igazságát. A korábban elkövetett bűneket ugyanis elengedte türelmében, hogy a mostani időben megmutassa igazságát, mert ő igaz, és igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. Eddig Pál apostol. De vegyük példának a már ma is emlegetett Adolf Hitlert. Isten megteremtette őt azzal a gonosz jellemével, amit mi ismerünk, majd Hitler elkövette a szörnyű bűneit, melyeket szintén mindannyian ismerünk. Majd Isten megbüntette Adolf Hitlert, hogy demonstrálja a gyűlöletét Hitler jellemével szemben. Istennek ezen jogos és igazságos gyűlöletét Hitler jellemével szemben, mely haragjában nyilvánult meg, ezt csak akkor lehet bemutatni, ha létezik Hitler a maga gonosz jellemével. Hitler létetette lehetővé Isten dicsőségének ezen megnyilvánulását Hitler jellemével szemben. Ezt a kifejezett jót, Isten igazságos haragját Hitler jellemével szemben nem lehetett másként demonstrálni. Persze, ha ezt el is fogadjuk, még felmerül a kérdés, hogy miért engedte Isten, hogy Hitlernek a gonoszsága más emberekre is kihasson magán Hitleren kívül. Erre a válasz az, hogy máshogy fogjuk fel a rosszat, ha mi magunk is érezzük a hatását. Az a gonosz, mely ártatlanokat is áldozattá tesz, lehetővé teszi azt, hogy a gonosz jellem a legteljesebb formájában legyen nyilvánvalóvá, és újabb, teljes demonstrációját teszi lehetővé annak az igazságosságnak, és annak a jóságnak, mely elítéli ezt a gonoszságot. Mi, keresztények, feltételezzük azt, hogy Isten a lázadásunk és a romlottságunk hatását és mélységét akarja demonstrálni, ha megengedi, hogy ártatlanok szenvedjenek az emberi lázadás hatásától. És így egyfelől teljesebben tudja érzékeltetni a bűn komolyságát és súlyát, így pedig mélyebben és teljesebben megérthetjük az ő tökéletes igazságosságát, mellyel elítéli azt, és még jobban és még teljesebben megismerhetjük az ő kegyelmét, mely által megbocsájt nekünk, bűnös embereknek. Természetesen Isten igazságosságát, kegyelmét, türelmét és hatalmát más, sokkal kevésbé fájdalmas úton, módon is nyilvánvalóvá tehetné, például elég lenne, ha szóban beszélne róluk. Azonban a szkeptikusok,
hogyha következetesek szeretnének maradni a saját érveikhez önmagukhoz, nem állhatnak elő ezzel a védekezéssel, hiszen ők maguk ismerik el a rejtettségből fakadó ateista érv kapcsán, hogy nem elég az, hogyha Isten egyszer és pusztán egy valakinek jelent ki bizonyos dolgokat. Minél többször és többféleképpen jelent ki valamit Isten magáról, annál nagyobb ereje és értéke van annak az emberek számára. És így van ez a világban bekövetkezett rossz eseményekkel kapcsolatban is. Minél többször demonstrálja Isten ezeken az eseményeken keresztül az igazságosságát vagy a kegyelmét, annál nagyobb értékük lesz ezeknek a demonstrációknak. Persze lehet, hogy ezek az események egy idő után már nem adnak hozzá az értékhez semmit, azonban nekünk embereknek nincsen egyszerűen megbízható ismeretünk arról, hogy mekkora értéke van annak az X alkalomnak, mely során egy adott tényt vagy tulajdonságot demonstrál Isten, ha csak nincsen megbízható ismeretünk a jövőről, annak eseményeiről és arról, hogy ezek az események hogyan befolyásolják az egyén, az szenvedő egyén, illetve a jövőben élő egyének életét. A kérdés, hogy mekkora értéke van egy demonstratív jónak? Megéri-e mindez a szenvedést? Az egyetlen őszinte válasz ebben az esetben úgy gondolom, hogy nem tudjuk ezt megmondani. Nem tudjuk megmondani, hogy ezek a demonstratív javak milyen mértékűek, milyen értékűek, és ezáltal nem tehetjük valószínűtlenné, vagy feleslegessé, ahogy a Szalai úr tette ezeket. Nem értékelhetjük túlzónak őket, mert nem tudjuk, hogy mennyi emberrel lesznek hatással a jövőben. Gondoljunk a bibliai történetben az egyiptomi fáraó esetére, aki ugye a zsidókat fogságban tartotta, és akiről azt mondta Isten, mégis megtartottalak, hogy megmutassam neked az erőmet, és hirdessék a nevemet az egész földön. Nem tudjuk, hogy hány ember szemét nyitotta fel Isten a fáraó példáján keresztül, ezen az eseményeken keresztül, hiszen nem tudhatjuk, hogy hány milliárd ember fog még tanulni ebből az esetből azáltal, hogy elolvassa, illetve megismeri ezt az eseményt. És ha ezt nem tudjuk, akkor nem nyilatkozhatunk ennek a mértékéről sem, nem mondhatjuk, hogy felesleges vagy túlzó. Tehát nem gondolom, hogy a rossz léte sokkal érthető, plauzibilisebb egy Isten nélküli világ feltételezése esetén, sőt, ha a kereszténység igaz, akkor Szalai Miklós úr utolsó ellenérvére is megkapjuk a választ. Ugyanis Isten maga biztosított bennünket afelől, hogy ő létezik, hogy szeret bennünket. És amikor látszólag valami nagyon rosszat küld az emberek életébe, akkor is valamilyen jó cél érdekében teszi. Van értelme a szenvedésnek, és van értelme a mi szenvedésünknek. Félreértjük, és úgy gondolom, hogy nagyon súlyosan félreérti Szalai úr is a kérdést akkor, ha azt feltételezzük, hogy Isten célja az emberrel azt, hogy valamiféle evilági boldogságot adjon neki. A mi életünk célja ugyanis nem az, hogy itt, ezen a földön legyünk boldogok. A mi életünk célja, legalábbis keresztényként azt valljuk, megismerni Istent. A szenvedésünk pedig még mélyebb ismeretet tud adni nekünk Istenről, az ő céljáról és saját magunkról is. És nem csak a rosszat elszenvedő, hanem ennek az embernek a környezete és az esetét ismerők számára is így van ez. Mi keresztények tehát nem lepődünk meg, ha rosszal találkozunk a világban. Ahogyan látni fogják később, van válaszunk rá, ez pedig nem más, mint az emberiség bukása. De ami a legfontosabb, Isten céljai velünk nem korlátozódhatnak pusztán az evilági életünkre. És így a szenvedésünknek is értelme lesz. Ahogyan Pál apostol írja, ezért tehát nem csüggedünk. Sőt, ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra. Mert a mi pillanatnyi, könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy, örök dicsőséget szerez nekünk, mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Tehát elmondhatjuk, hogy ha a kereszténység igaz, akkor egyáltalán nem valószínűtlen vagy észszerűtlen az, hogy a rossz és a szenvedés jelen legyen ebben a világban. Szalai Miklós úr második érve a rejtettségből vett ateista érv volt.
Ennek kapcsán már az elején szeretném, hogyha mindannyian különbséget tennénk a probléma, amit a kérdés felvet, és az érv között. A probléma az, hogy miért nem nyilvánvalóbb Isten léte számunkra, az emberek számára. Az érv viszont az, hogy mivel Isten, ha létezne, nyilvánvalóvá tenni a létét, ezért valószínűleg, mondják az ateisták, nem létezik. Az Isten rejtettsége, ahogy láttuk is, mivel tapasztalat és a bizonyítékok, ahogyan Szalai úr is sokszor használta ezt, mivel a tapasztalat és a bizonyítékok kifejezései nagy szerepet játszanak az érv kifejtése kapcsán, az Isten rejtettsége egy olyan jelenség, mely az ember Istenről szóló ismeretéhez, tudásához kapcsolódik. Tehát az ismeretünkhöz és a tudásunkhoz kapcsolódik. Szalai Miklós szerint Istennek, ha szeret bennünket, akkor számos jó indoka lenne rá, hogy közelje velünk azt a tényt, hogy ő létezik. Úgy gondolom, és a következő védekezésemben, melyben általánosan fókuszálnék a problematikára, és nem egyes érveket cáfolnék, amiket felsorolt a Szalai úr, azt szeretném megalapozni, hogy a keresztény teizmus talaján állva a református episztemológia koherens és megalapozott érvet tud felvonultatni amellett, hogy Isten létezése teljesen világos, és minden egyes ember, aki valaha élt, él és élni fog a világon, elmondhatja magáról, hogy valamiféle ismerettel rendelkezik Isten valóságáról. Az ok viszont, ami miatt ezt egyesek mégsem látják meg a létezésére, ami miatt egyesek mégsem látják meg a létezésére vonatkozó objektív bizonyítékokat, amiket akár korábban is felsoroltam, az a személyes, szubjektív tapasztalatuk. Az Istenhez kötődő személyes megtapasztalás hiánya. És ha ez így van, akkor a rejtettség problematikája feloldódik. Az érvem Tyler Tabor és Tyler McNabb munkáján fog alapulni. Ami fontos tehát, hogyha megfelelő választ akarunk kapni, az az, hogy különbséget tegyünk ezen érv kapcsán Isten léte és az ő jelenléte és személyes megtapasztalásunk között. Isten megtapasztalhatósága szubjektív és személyenként, illetve az ember életszakaszaiban változhat. Ahogyan a 10. Zsoltár első versében is olvassuk, Uram, miért állsz olyan távol? Miért rejtőzöl el szükség idején? Isten léte azonban a Szentírás szerint objektív és világos. Két igehelyel szeretném bizonyítani azt, hogy Isten létezése nincsen elrejtve az emberek elől. Az egyik a Zsoltárok 19.2.3, a másik pedig a Róma 1.18.21. A Zsoltárok könyvében ezt olvassuk. Az egek hirdetik Isten dicsőségét, kezének munkájáról beszél a menny. Nappal a nappalnak adja át a szót, az éjjelnek adja tudtul. Tehát a menny és az egek folyamatosan Istent tükrözik vissza. Ezért írja Calvin János az ide vonatkozó kommentárjában, hogy nincs olyan jelentéktelen vagy eldugott hely a világon, még a legvégső szegletében sem, ahol ne lenne látható valamiféle jele Isten hatalmának és bölcsességének. Vagy Chrysostomos, Isten gondviselése nyilvánvalóbb, mint a nap és annak sugarai. Minden alkalommal és minden helyen nyilvánvaló és bőséges bizonyítékokat találsz a gondviselésére, írja. Tehát ahol elmondhatjuk, hogyha a kereszténység igaz, ahol az ég látható, ott Isten megismerhető az ő dicsőségében. A Róma 1.18.21-ben azt olvassuk, hogy Isten megismertette magát, de legalábbis megismerhetővé tette magát mindenki számára azon keresztül, amit teremtett. Pál apostol írja, Isten ugyanis kinyilatkoztatta magát, a maga haragját a mennyből, az igazság útját álló gonosz emberek minden hitetlensége és gonossága ellen, mert ami megismerhető Istenből, az nyilvánvaló előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra. Láthatatlan valóját, azaz örök hatalmát és istenségét meglátja alkotásain az értelem a világ teremtésétől fogva. Ezért nincs mentségük, írja Pál, mert bár Istent ismerték, mégsem dicsőítették vagy áldották, mint Istent, hanem hiába valóságra jutottak gondolkodásukban, és sötétség borult oktalan szívükre.
Mit látunk tehát? Hogy Isten haragra nyilvánvalóvá lett. Hogy miért? Mert az emberiség útját állja Isten igazságának a hitetlenségével és gonoszságával, tehát elnyomja Isten igazságát. Miért? Mert úgy gondolták az emberek, hogy jobban tudják. És miért gonoszság ez az emberek részéről? Mert ami megismerhető Istenből, az nyilvánvaló előttük. Istennek ez az ismerete, bár elnyomott, a teremtett rendből következik. Azért nyilvánvaló ez, mert Isten nyilvánvalóvá tette számunkra, emberek számára. És mi a tartalma ennek? Isten láthatatlan tulajdonságai, ezek a tartalmai a kinyilatkoztatásoknak. Az örök hatalma és istensége. Ahogyan Douglas Moore írja, Isten a maga valójában rejtve van az emberi szem elől, mégis sok belőle és sok őróla meglátható az alkotásaink keresztül. Ez az, amit mi, illetve a teológia sensus divinitatisnak, azaz Isten érzetnek nevez. Tehát úgy gondolom, hogy egyáltalán nem inkonzisztens az a kijelentés, hogy Isten léte objektíven nyilvánvaló minden egyes ember előtt, vagy legalábbis eléggé világos, és az, hogy ezzel párhuzamosan vannak olyan emberek, akik Isten megtapasztalhatóságával kapcsolatban szubjektíve, egyénenként küszködnek. Alvin Plantinga szerint episztemológiai szempontból lehetséges az, hogy egyszerre létezzen Isten, és teremtsen egy olyan emberiséget, melynek kognitív képességei, már amikor azok helyesen funkcionálnak, kognitív képességei megfelelő eszköztárba illeszkedve képesek legyenek az igazi istenhitet előidézni. Erre dolgoztak ki Plantinga az aquinói Calvin modelljét, és szerint ez a kognitív képesség a sensus divinitatis, az Isten érzék. De hogyan lehet megbízható, hitformáló képességünk ez az Isten érzékünk, a sensus divinitatis, ha ilyen sok eltérő teista hit él a világban, ugye, akár a muszlimok, akár a zsidók, akár a keresztények. Ezzel kapcsolatban javasolja Plantinga, hogy vegyük fontolóra a keresztény nézőpontot, amelyen keresztül választ kaphatunk erre. Az emberiség bukásával, ugyanis a bűn drasztikusan eltorzította és eltorzítja a sensus divinitatist. És emiatt ez a képességünk nem úgy működik, ahogyan annak ez az eredeti funkciója lenne a mi életünkben. És bár ez a képességünk eltorzult, ezt helyre lehet állítani. És amikor ez megtörténik, ez a helyreállítás megtörténik, egy sokkal specifikusabb teizmus, a keresztény teizmus megalapozottnak fog számítani. Ezt a helyreállítást pedig a Szentlélek végzi el bennünk. Ahogyan Pál írja a Tituszhoz írt levélben, de amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és ember szeretete, nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által, akit kitöltött ránk gazdagon Jézus Krisztus, a mi üdvözítőnk által. A kérdés, hogy mennyire adhat ez nekünk megalapozott hitet Istenben. Plantinga ezzel kapcsolatban kitér a bizonyságtételen keresztül szerzett ismeretre. Hogyha az adott egyén kognitív eszköztára megfelelően működik az ő életében, akkor egy bizonyos téma kapcsán megalapozottan képes elfogadni olyan bizonyságtételeket, melyek más emberi ágensektől származnak, és melynek eredményeképpen ismeretre tehet szert. De ha ez igaz az emberi ágensekre, akkor igaz lehet a Szentlélekre, aki a keresztény teológia szerint az evangélium igazságáról tesz bizonyságot az emberek életében. Plantinga szerint a Szentlélek állítja helyre az egyén eltorzult kognitív képességeit, és hogyha ez megtörténik, akkor annak a személynek, aki így elfogadja az evangélium igazságát, szilárd és megalapozott keresztény teista hite lehet. Tehát kijelenthetjük, hogy a bűn által az emberben végbement kognitív változások ellenére nem változott az Isten létének nyilvánvalósága. Bár a bűn miatt Isten megtapasztalhatósága nem ugyanolyan mértékben nyilvánvaló minden egyes ember számára, de ez nem ássa alá Isten létezésének világosságát, egyértelműségét. Más szóval, Isten léte objektíve
nincsen rejtve az emberiség előtt, akkor sem, hogyha vannak olyan emberek, akik nem ismerik el ezt, a szubjektív, személyes megtapasztalásuk hiánya miatt. Tehát összességében elmondhatjuk, hogy Isten nyilvánvalóvá tette számunkra azt, hogy létezik. Tudunk és tudhatunk róla. A létezésébe vetett kétség pedig nem a bizonyítékok egyfajta hiánya miatt áll fenn, hanem azért, mert a kognitív képességeink eltorzultak, illetve mert személyes tapasztalatainkat, illetve a szubjektív megtapasztalásunk hiányát összekeverjük a létezését objektíve alátámasztó bizonyítékokkal, amik minden ember szeme előtt ott vannak, kivétel nélkül, így tehát nincs mentségük, ahogyan Pál apostol írja a római levélben. Ehhez pedig mindössze egyetlen segédhipotézisre van szükségünk, arra, hogy a kereszténység igaz. Ez pedig nem önkényes, sem nem komplex segédhipotézis, hanem a történelem és a történelmi bizonyítékok fényében úgy gondolom igen erősen megalapozható. Köszönöm szépen! No, most Nagy Gergely lelkész úrnak az Isten létezése mellett felhozott érveire kell válaszolnom. Megpróbálom ezt egy kicsit összeszedetten és röviden tenni, azonban előre szeretnék előre bocsátani valamit, és az az, hogy ha ezek az érvek jók volnának, erről már egyébként esett szó az előbb, a rossz problémának, akkor is ezek csak azt bizonyítanák, hogy az univerzumnak valamilyen transzcendens személyes teremtője van, és nem azt, hogy ez a lény jóságos volna. Tehát emellett semmiféle érvet vagy megfontolást nem hallottunk itt. Na most Nagy Gergely három érvet hozott fel, az első egy kontingenciából kiinduló kozmológiai érv, a második egy kalámtípusú kozmológiai érv, és a harmadik az egy finomra hangoltsági érv az antropikus elvből. Most az elsővel kapcsolatban ugye Nagy Gergely azt állította, hogy mivel minden kontingens dolognak van valamilyen szükségszerű oka, ezért az univerzumnak is van valami szükségszerű oka. Most első probléma itt az, hogy ez egyfajta összetételi hiba, mert az univerzum Nagy Gergely definíciójában az összes térben és időben létező dolgoknak a halmaza, és pusztán abból, hogy egy halmaz minden egyes elemére igaz valami, nem következik, hogy a halmaz egészére is igaz. Ezt nevezi az angol failure of composition-nek. Ugye, és ezt a nehézséget ezt talán meg lehet kerülni azzal, hogy azt mondjuk, ahogy ma mondják a kozmológiai érvnek a mai szószólói, hogy a világ összes tényei egy ugye BCCF-et alkotnak, big conjunctive contingent fact, tehát egy olyan kontingens tényeknek egy konjunkcióját. Egy konjunkcióban elég, hogyha egy konjunkcióba hozott állítások egy halmazában elég, hogyha egyetlen állítás kontingens ahhoz, hogy az állítások egész halmaza kontingens legyen. Tehát ezt meg lehet kerülni, ezt a dolgot, azzal, hogy azt mondom, hogy elég, ha csak egyetlen dolog kontingens, akkor is, egyetlen tény kontingens, akkor már az összes az univerzummal kapcsolatos tények azok kontingensek. Továbbra is megmarad azonban az a kérdés, hogy miért gondolja azt Nagy Gergely, hogy minden kontingens dolognak lehet egy magyarázata, és miért nem lehetnek a világ összes tényei együtt kontingensek, miért nem lehetne a kozmosz és a benne levő dolgok létezése egy további magyarázatra nem szoruló nyers tény, amelyet el kell fogadnunk, hogy úgy van. Lehetne máshogy is, de így van. Na most a további probléma azzal, amit itt Nagy Gergely mond, az, hogy még ha el is ismerjük, hogy minden kontingens dolognak kell, hogy legyen egy oka, akkor sem világos, hogy miért ne okozhatnánk ezek a kontingens dolgok egymást a végtelenségig. Miért ne lehetne egy kontingens dolognak egy oka, annak megint egy oka, és így tovább a végtelenségig. Richard Swinburne például kifejezetten elismeri, hogy a magyarázatok egy végtelen sora egyáltalán nem lehetetlen filozófiai szempontból, és azért őre hivatkozom, mert ő keresztény filozófus. Kifejezetten azt mondja, hogy a magyarázatok egy végtelen sora az egy a priori egyáltalán nem kizárható.
lehetőség. A további részeivel azzal, hogy az ok, ez, végső ok ez milyen lehet, ezzel később szeretnék majd foglalkozni. Na most a második érve Nagy Gergelynek az egy kalámtípusú érv. Most azok a természettudományos megfontolások, amikre hivatkozik, hogy az univerzumban kell, hogy legyen kezdete az időben, ezekre én egyáltalán nem akarok reflektálni egyszerűen azért, mert hiányzik hozzá a kompetencia. Én csak arról szeretnék most beszélni, hogy miért lenne a végtelen számú esemény feltételezése szükségképpen inkoherens. Én azt gondolom, hogy megkérhetünk egy embert arra, hogy számoljon a végtelenségig, és még hogyha meg is hal egy idő után, vagy abba is hagyja a számolást, akkor is megkérhetünk egy másodikat, hogy számoljon tovább, és még ha az egész emberiség kihal, akkor is valaki számolhat tovább, vagy megtörténhet az, hogy Isten nem engedi meg, hogy az emberiség kihaljon, hanem engedi ugye azt, hogy mindig tovább éljenek az emberek, és mindig valaki számoljon a végtelenségig. Ilyen világos az, hogy miért van valamilyen a priori okunk arra, hogy kizáruljuk azt, hogy lehetséges egy végtelen sor, ami valóban igaz az, hogy elképzelni nem tudjuk a végtelent, pontosan azok miatt a problémák miatt, amiket a lelkész úr megemlített. Tehát nem világos az, hogy miért nem volna lehetséges az események egy végtelen sora, a miért lenne a mindenségnek kezdete az időben. De tegyük fel, hogy a mindenségnek van kezdete az időben. Ebben az esetben ugye, hát először is vegyük azt észre, hogy az tényleg nagyon valószínűtlen, hogy a mindenség véges idővel ezelőtt kezdődött, és előtte üres idő volt. És akkor abban az üres időben minden magyarázat nélkül megjelent valami. Ez tényleg teljesen abszurd, és ez minden tapasztalatunknak ellentmond. Csak hogy a mai nem teista kozmológusok, például a Stephen Hawking nem ezt állítják. Azt állítják, hogy az idő a kozmosszal együtt kezdődött. Nem pedig az, hogy az üres időben megjelent valami egy véges idővel ezelőtt, hanem az, hogy véges idővel ezelőtt elkezdődött a kozmosz az idővel együtt, és elismerem, hogy ez is erőszakot tesz egy kicsit azon a intuíciónkon, meg általános tapasztalatunkon, hogy semmiből nem lesz semmi, de minden esetre azért kevésbé, mint hogyha azt gondoljuk, hogy az időben jelent meg valami a semmiből. Na most tegyük azonban fel, hogy ebben nincsen igazunk, és ha mindenségnek van egy hozzá képest külső oka, mert véges idővel ezelőtt kezdődött, és egy külső magyarázata van. Nagy Gergely azt állítja, hogy ez az ok, ez csak személy vagy egy szám lehet. Az én számomra nem világos az, hogy miért lehetne egy téridőn kívüli dolog csak személy vagy szám. Azt belátom, hogy csak hogy az anyagnak a definíciója, amihez ő hozzászámolja a téridőbeliséget, az nem felel meg. Ugye egy ilyen oknak, mert ugye, hogyha úgy definiáljuk az univerzumot, hogy a téridőben létező dolgoknak a halmaza, akkor az univerzumnak a hozzáképest külső oka csak egy téridőn kívüli dolog lehet. De nem világos az, hogy ezért miért volna vagy egy öntudatlan dolog, vagy egy öntudattal bíró dolog, egy személy, vagy pedig egy matematikai absztrakt objektum, mint egy szám. Na most ezután Nagy Gergely azt mondja, hogy egy szám vagy egy absztrakt objektum nem hozhat, bármilyen absztrakt objektum nem hozhatta létre az anyagi világot. Most az a tapasztalatunk, hogy számok vagy absztrakt objektumok nem hoznak létre konkrét fizikai létezőket, ez egy az univerzumból vett tapasztalatunk, amelyet az univerzum megfigyelése során gyűjtöttünk össze. Nem világos, hogy ez miért volna vonatkoztatható valami az univerzumon kívüli absztrakt objektumra, hogy az miért ne hozhatna létre valamilyen anyagi dolgot. Na most mindezek után tegyük fel, hogy mindabban, amit eddig elmondtam, nem volt igazunk. Az univerzumnak van egy külső oka, és az egy, mondjuk egy személy, tegyük ezt fel, hogy ez tényleg csak egy személy vagy egy szám lehet, és mondjuk ez egy személy. Ebben az esetben ott van nekünk Wesley Salmonnak a nagy amerikai tudományfilozófusnak az érve, amiről már szóltam az előtt. Salmon azt mondja, hogy az általános tapasztalatunk az, hogy a legtöbb dolognak, ami a világban létezik, nem teremtés az oka. Galaxisok, állatok, kövek, stb. A legtöbb objekt, fizikai objektumot nem teremtés hozta létre, és azoknak a dolgoknak, amelyeknek teremtés az oka, azoknak viszont egy testtel bíró személy mindig a létrehozója. Tehát arra soha semmiféle tapasztalatunk nem volt arra vonatkozóan, hogy egy testetlen személy létrehozott volna bármit is. Most persze azt lehet mondani, hogy számon extrapolál, mert hiszen egy a világban szerzett tapasztalatunkat extrapolálja a világ, és egy világon kívüli dolog viszonyára. De amennyiben nem extrapolálhatjuk azt a tapasztalatunkat a
mindenségen túlra, vagy a fizikai világ mindenségen túlra, hogy testetlen lények nem hoznak létre semmit, akkor azt sem kell okvetlenül extrapolálnunk, hogy mindennek, ami létezik, kell, hogy legyen valamilyen önmagán kívüli oka. Köszönöm szépen! Ugye, ahogyan Szalai úr is elmondta, három érvet mutattam be a nyitó beszédemben a teizmus, tehát nem specifikusan a kereszténység mellett. És ebből a három évből most itt szóban csak kettőt illetett érdemi kritikával a Szalai Miklós úr, viszont ugye írásban mind a hárommal megtette ezt, egyébként a mai vitánk teljes leírata majd valószínűleg a jövőben meg fog jelenni. De én mind a három érvre írásban felhozott kritikáit szeretném most itt megpróbálni érdemben megválaszolni, így olyanokat is hallhatnak majd, ami az elmúlt pár percben nem hangzott el. Az első, a leibnizi kozmológiai érvem így hangzott, minden kontingens létezőnek kell lennie magyarázatnak a létezésére. Ha az univerzum létezésére van magyarázat, akkor ez a magyarázat egy transzcendens, nem kontingens, szükségszerű személyes létező. Az univerzum kontingens létező, tehát az univerzum létezésére van magyarázat, így az univerzum magyarázata egy transzcendens, személyes létező. Az érvvel szemben három kritika fogalmazódott, megnézzük meg ezeket egyenként. Először is Szalai úr kijelentette, hogy én összetételi hibát vétettem, hiszen szerinte abból, hogy egy halmaz minden egyes tagjára igaz valami, míg nem következik, hogy az a halmaz egészére is igaz, itt szerinte abból, hogy az univerzumunkban található összes kontingens dolognak van valamilyen magyarázata, nem következik, hogy az univerzumnak is kell, hogy legyen magyarázata. Tegyük fel, hogy ennek az érvnek, az én érvemnek az első premisszája igaz, majd később látni fogjuk, hogy miért lehet ezt feltennünk. Tehát, ugye minden kontingens létezőnek kell lenni magyarázatnak a létezésére. Felmerül a kérdés, hogy miért kell azt gondolnunk, hogy a mi univerzumunk egy kontingens, és nem egy szükségszerű létező. De nem feltétlenül azért, amit Szalai úr mondott, mert minden elem benne, amiből áll az univerzum, kontingens létező. Ami miatt úgy gondolom, hogy jó okunk van feltenni azt, hogy az univerzumunk kontingens, és ami miatt szinte minden mai élő filozófus ezt vallja, az az, hogy el tudunk képzelni egy olyan univerzumot, melyben az elemi részecskék mieinktől eltérő halmaza létezik. Hogy ez mit jelent, egy példával hadd illusztráljam. Gondoljunk Szalai úrnak a ma este viselt cipőjére, ami bőrből, vagy műbőrből, vagy bármiből lehet. Lehetne az ő cipője ugyanaz a cipő, amit most visel, acélból? El tudunk-e képzelni egy ilyen univerzumot? Nem az a kérdés, hogy el tudunk-e képzelni egy olyan univerzumot, amelyben Szalai úr acélból viselt cipőt, acélból készült cipőt visel, hanem az a kérdés, hogy az a konkrét cipő, amit ma visel, az lehet-e acélból? És úgy gondolom, hogy a válasz nem, hiszen ha így lenne, akkor már egy másik cipőről beszélnénk. Ugyanez a helyzet az univerzummal. Hogyha az univerzumban más mértékű természeti állandók uralkodnának, akkor egy másik univerzumról beszélnénk, ami igazolja azt, hogy az univerzumunk kontingens létező. Így úgy gondolom, hogy a harmadik premisszám, amit Szalai úr kritikával illetett, továbbra is megállja a helyét. A leibnizi érvvel kapcsolatos második elnevetés szerint nem tudom megalapozni azt, hogy miért lenne minden logikailag kontingens dolog létezésére magyarázat. Ezzel Szalai úr a leibnizi esetlegességi ok elvét kérdőjelezi meg, mely kimondja, hogy semmi nem történik ok nélkül, tehát mindennek, ami létezik, kell lennie magyarázatnak a létezésére. Többek közt Alexander Proust számos érvet vonultat fel arra nézve, hogy miért kellene elfogadnunk az elégséges ok elvét. Ebből jó magam csak egyet emelnék ki, azt az episztemológiai érvet, amely Robert Kunz gondolatain alapszik, de ezt leegyszerűsíti Proust. Induljunk ki abból, a megfigyelésünkből, hogyha elfogadjuk, hogy egyes kontingens tényállásnak nincsen magyarázata, akkor egy szkeptikus és teljesen új szkeptikus forgatókönyvvel találjuk szembe magunkat. Ez azt jelenti, hogy nem vezet meg bennünket semmiféle démon, hanem az érzékszerveinknek az állapotai, egyszerűen csak úgy valamilyen állapotba kerülnek mindenféle megelőző ok nélkül. Ráadásul az objektív valószínűségek a természet törvényeihez, vagy az objektív tendenciákhoz vannak kötve, és így ha egy objektív valószínűség valamilyen kontingens tényhez kapcsolódik,
akkor a fennálló helyzetre, vagy a természeti törvények fogalmaival, vagy objektív tendenciákkal adhatunk magyarázatot. Így ha az elégséges ok elve egyes kontingens tényekre nézve hamis, ahogyan Szalai úr feltételezi, akkor egyetlen tényhez sem kapcsolódhat objektív valószínűségünk. Így még azt sem mondhatjuk, hogy az elégséges ok elvének megsértése valószínűtlen, ha az elégséges ok elve hamis. Következtetésképpen az, aki nem fogadja el az elégséges ok elvét, nem jelentheti ki, hogy Kunz előbb említett szkeptikus forgatókönyve, miszerint az érzékszerveink állapotai egyszerűen csak úgy valamilyen állapotba kerülnek, mindenféle megelőző ok nélkül, ez objektíve valószínűtlen lenne. Ebből pedig az következhet, hogy ha az elégséges ok elve hamis, vagy a priori nem tudhatjuk, akkor semmiféle empirikus igazságot nem ismerhetünk, nem tudhatunk. Márpedig ismerünk empirikus igazságokat, így az elégséges ok elve igaz, és talán még a priori is tudható. Így pedig úgy gondolom, jó okunk van arra, hogy igaznak tartsuk a Leibniz-ér első premisszáját. A harmadik kifogás szerint ebből mi mindig nem következik, hogy ez a magyarázat ne lehetne egy másik univerzumon kívül létező kontingens létező, és annak miért lehetne egy további, ugyancsak kontingens magyarázata is, így tovább a végtelenségig. Ezen ellenvetés kapcsán szükséges, hogy az univerzumot úgy definiáljuk, mint minden kontingens létező összességét. Így pedig az alábbi érvet írhatjuk fel. Minden, ami nem szükségszerűen létezik, tehát kontingens, a létezését valami rajta kívül állónak köszönheti. Valami létezik, hívjuk univerzumnak, vagy nagy kontingens összességnek, mely minden kontingens létező összessége. Tehát a nagy kontingens összesség a létezését valami rajta kívül álló létezésének köszönheti. Bármi is létezen a nagy kontingens összességen kívül, nyilvánvalóan nem lehet kontingens, nem lehet része az összességnek. Tehát bármi is létezen a nagy kontingens összességen kívül, az nem lehet kontingens, tehát definíció szerint szükségszerűen létezik. A konklúziónk pedig ebből az, hogy a nagy kontingens összesség egy szükségszerű létezőnek köszönheti létezését. Így úgy gondolom, hogy Szalai úr mindhárom kifogására megfeleltem, és a Leibniz-i érvet továbbra is tarthatónak találom, figyelembe véve persze az, hogy számos más kifogás felhozható ellene, mind az elégséges ok elvére, mind pedig a kontingens összességre alapuló érvel szemben. A második érvem a Kalám kozmológiai érv így hangzott: az univerzum létezésének van kezdete, és ha az univerzum létezésének van kezdete, akkor az egy transzcendens okra vezethető vissza, itt tehát az univerzumunk létezésének transzcendens oka van. Az első premisszám filozófiai állítás alátámasztása azon alapult, hogy bár a matematikában elképzelhető, megszámolható végtelen, a valóságban nem. Így pedig a múltbeli és jövőbeli események száma, amik megtörténnek itt velünk a világban, ezek nem lehetnek végtelenek. Ez ellen Szalai úr egy filozófiai megfontolást hozott fel, és kijelentette, hogy a priori nem lehetetlen az, hogy valóságban létezzen megszámlálható végtelen. Azonban szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy az, hogy filozófiailag el tudunk képzelni egy ilyen univerzumot, ez mindössze azt teszi lehetővé, hogy úgy beszéljünk erről, mint bármely kitalált világról. Például remélem senki nem gondolja itt a jelenlevők közül, hogy Sherlock Holmes univerzuma az emberek képzeletén kívül máshol is létezne a valóságban. Szalai úr példája szerint elképzelhető egy olyan univerzum, mely végtelen ideig létezik, és végtelenségig számolunk el benne? Ezt úgy szeretném cáfolni, hogy rámutatok arra, hogy egy sorozat, amely egymás után álló elemekből épül fel, nem lehet végtelen, hiszen nem lehet visszakövetni végtelen számú elemet. Ez az érv így hívható fel. Az egymást követő események hozzáadásával létrehozott sorozat nem lehet végtelen. Az események időbeli sorozata egymást követő események hozzáadásával álló sorozat, így az események időbeli sorozata nem lehet megszámlálható végtelen. Egyszerű ezt meglátni és megérteni, hogyha megpróbálunk elszámolni végtelenig. Nem számít, hogy milyen messzire jutunk, mi mindig végtelen szám lesz hátra. Viszont ha nem tudunk előrefele elszámolni a végtelenig, hogyan tudnánk elszámolni visszafelé a végtelenig? Ez pontosan olyan lenne, mintha valaki azt állítaná, hogy le tudja írni az összes negatív számot a mínusz végtelentől a nullával bezáróan. Ami nyilvánvalóan őrültség lenne, hiszen mielőtt eljutott volna nulláig, el kellett volna érkeznie mínusz egyig, de mielőtt elérkezett volna mínusz egyig, el kellett volna érkeznie mínusz kettőig, és így tovább a végtelenségig. És mielőtt bármelyik számhoz elérhetett volna, végtelen sok számot kellett volna elérnie a végtelentől kezdve.
És egyre csak megyünk vissza a múltba, a végtelenségig, így pedig tulajdonképpen egyetlen számot sem tudunk megszámolni. Így pedig, hogyha az események sorát dominókhoz hasonlítjuk, egyetlen dominó sem dőlne le, ha előtte végtelen sok dominónak kellett volna ledőlnie, tehát soha nem juthatunk el a jelenig. Azonban nyilvánvaló, hogy itt vagyunk, és létezünk. Ez is azt mutatja, hogy a múltbeli események sorozatának végesnek kell lennie, és valamikor el kellett kezdődnie. Szalai úr következő ellenvetése az univerzumunk okának a tulajdonságaihoz kapcsolódik. Az érvem szerint az ok tértől és időtől független, anyagtalan, okozatlan és személyes létező. Ezzel kapcsolatban Szalai úrnak nem volt világos, hogy miért lenne okozatlan ez az ok, és miért lehetne annak is oka, és annak is oka, ugye ez egy nagyon jól ismert ellenérv. Erre válaszol Ockham borotváját vehetjük elő, mely kimondja, hogy nem sokszorozhatjuk meg az okokat a szükségesen túl, így pedig, mivel egyetlen ok is elég ahhoz, hogy megválaszoljuk a hatást, jelen esetben ugye az univerzumunkat, minden további okot elvethetünk. Végezetül Szalai úr szerint mindebből nem következik az, hogy személyesnek is kell lenni az oknak. De klasszikusan három érvet lehet említeni az ok személyessége mellett, én most csak egyet szeretnék kifejteni. Az érvem azon alapul, amit Richard Swinburne is leírt a The Existence of God című művében, a kétféle kauzális magyarázat lehetőségét. Ugye egy ok, valaminek az oka kétféle lehet. Tudományos magyarázat a természeti és egyéb törvények fogalmaival és kezdeti feltételeivel. A másik pedig a személyes magyarázat, amely ágensek, tehát az emberek és az ő akaratuk terminusaival magyaráz. Egy egyszerű példa, hogyha én most innen este hazamegyek a feleségemhez, és megkérdezem, bemegyek a konyhába, és megkérdezem tőle, hogy drága Zsófim, miért for a víz a teáskannában, akkor a drága feleségem kétféle választ adhat erre. Egyrészt mondhatja azt, hogy azért for a víz, mert a lángok által termelt hő átvezetődik a teáskanna alján keresztül, és hatást gyakorol a vízre, megnövelve a vízmolekulák kinetikus energiáját, melyek így olyan erősen vibrálnak, hogy áttörik a víz felületi feszültségét, és gőzformájában távoznak. Vagy mondhatja azt a kedves drága feleségem, hogy azért forr a víz, mert teát készítek, kérsz-e te is belőle. Mindkettő legitim magyarázat, de az első ok, az univerzumunk első oka nem lehet tudományos magyarázattal bíró, hiszen az univerzumtól független természetfeletti lényről beszélünk, és így nem írható le tudományos magyarázatokkal, tehát az okunk személyes. Még a Wesley Salmon érvét említi Szalai úr, aki az alábbi érvet írta fel, ugye a legtöbb fizikai dolgot nem teremtés hozta létre, azokat a fizikai dolgokat, amelyeket tudatos teremtés hozott létre, mindig testtel bíró lények hozták létre, tehát az univerzum vagy nem teremtés eredménye, vagy ha igen, akkor nem egy testetlen személy hozta létre. Ugye ezen érv második premisszájával szemben az a kifogásom, hogy az összes érvemnél, amit eddig felsoroltam, az univerzumnak egy olyan definícióját adtam meg, mely szerint az univerzum minden tér, idő és anyag összessége, ahogyan azt ugye korábban ki is fejtettem. Így tehát a téridő anyag összességének létrehozója nem lehet térben és időben, és nem lehet anyagi. Márpedig ugye Salmon érve szerint annak kellene lennie. Így úgy gondolom, hogy az univerzumunknak, hogy az univerzumunknak legyen kezdete, és egy végső oka, és az, hogy ez az ok személyes legyen, továbbra is megalapozott marad. Végül pedig nagyon röviden a harmadik érvem, ugye a finom hangoltság Istenér volt. Ezzel kapcsolatban írásban két ellenvetést említett Szalai úr. Az első szerint az is elképzelhető, hogy a finomra hangoltság számunkra nem ismert univerzumon kívüli természeti törvények működése révén állt elő. Ez azonban úgy gondolom, hogy csak hátrébb tolja a problémát, ugyanis ha az univerzumunk egy olyan univerzum generátor segítségével jött létre, mely más természeti erők segítségével hozta létre a mi univerzumunkat, akkor ez az univerzum generátor is finom hangolt kell, hogy legyen, hiszen egy finom hangolt univerzumot hozott létre. A kérdés tehát csak hátratolódik, ki finom hangolta a finom hangolt univerzumot generáló generátort. Szalai úr második ellenvetése szerint az univerzum bármennyire is finom hangolt számos szempontból rendkívül kedvezőtlenül volt berendezve az élet rétegése és továbbfejlődése szempontjából. Úgy gondolom azonban, hogy ez a felvetés és az abból levont konklúzió, miszerint ha valaki életet akar létrehozni ebben az univerzumban, ami hatalmas, akkor erre a célra egy ilyen, ugye ez a felvetése Szalai úrnak, hogy erre a célra létrehozni
egy univerzumot rendkívül célszerűtlen egy teremtő részéről, és átgondolatlan egy teremtő Isten részéről, ez két okból sem állja meg a helyét. Először is a finom hangoltság ér szempontjából teljesen lényegtelen, hogy az univerzum területének a 99 vagy akár csak 1%-a alkalmas az életre, hiszen teljesen mindegy, hogy az univerzumunk mekkora területe alkalmatlan, ha megjelenik benne az élet, akkor elmondhatjuk, hogy az univerzumunk 100%-ban bírja azt a tulajdonságot, hogy életre alkalmas. A másik probléma, hogy Szalai úr ellenérve szerint, ha Isten létezik, akkor minden bizonnyal úgy teremti meg ezt az univerzumot, hogy annak nagy része lakható legyen. Ezzel kapcsolatban azonban Szalai úr nem veszi figyelembe azt, hogy ha létezik egy teremtő, akkor az univerzum terével, a térrel is több célja lehet, mint pusztán az élhetőség megteremtése. A mindenható Isten erőforrásai nem korlátozottak arra nézve, hogy mekkora helyet teremt. Tehát, ha a térnek lehet más funkciója is, mint a benne való élés, akkor az extra lakhatásra alkalmatlan tér egyaránt nem meglepő a teizmus vagy a kereszténység szempontjából. Ugye a világűrnek van esztétikai értéke, Isten iránti imádatot kiváltó értéke, és tudományos értéke is. Ahogyan a Zsoltáros írja, az egek hirdetik Isten dicsőségét, kezének munkájáról beszél a menny. Köszönöm szépen. Na most, mivel ugye a Nagy Gergely lelkész úr megemlítette azt, hogy milyen ellenvetéseket hoztam fel a finomra hangoltsági érvel szemben, ezért ezekre most már, ahogy amit szóval elmulasztottam, ezért most ezeket nem mondom el, mert ő elmondta helyettem, mindössze egyetlen további megfontolást jeleznék a finomra hangoltsági érvel kapcsolatban, hogy az, hogy a finomra hangoltsága vonatkozó tudományos tények megállják-e a helyüket, vagy nem, az nem tudom eldönteni, mert nem vagyok fizikus, de minden esetre a bármilyen különös véletlen is a finomra hangoltság, de legalább annyira valószínűsíti egy gonosz teremtőnek a létezését, mint egy jóságosét. Mert ugye, hogyha a világegyetem úgy van létrehozva, hogy érző lények, emberek jöjjenek benne létre, ez ugyanúgy lehet egy olyan lénynek a műve, aki azt akarta, hogy ezek a lények boldogtalanok legyenek, mint egy olyan lény, aki azt akarta, hogy boldogok. Sőt, tekintettel a rossznak a nagymértékű jelenlétére a világban, talán az első lehetőség még valószínűbb is. Nos, most Nagy Gergelynek a válaszait szeretném értékelni a rosszal kapcsolatban és a rejtettséggel kapcsolatban. Na most, mielőtt elmondanám ezeket a válaszokat, föl szeretném hívni a figyelmet a vitának egy specifikus adottságára. Ez a következő. Nem Nagy Gergely az egyetlen filozófus, meg nem az egyetlen lehetőség az, ugye az, amit ő elmondott, hogy keresztény premisszák alapján válaszoljuk meg a rosszból vett ateista érvet. Tehát nagyon sok mindent lehet mondani keresztény alapokon, például azt, hogy Isten Krisztus áldozata révén részt vállalt a mi szenvedésünkből, és mint egy együtt szenved velünk. Például azt, hogy a megváltás révén az egész természetnek minden szenvedése valamilyen módon jóvá tevődött, és így tovább. És ezek lehetnek jók is, ezek a teodiciák. Minden ilyen teodiciával az a probléma, hogy amennyiben a teizmus önmagában bizonytalan, tehát nem világos, akkor a kereszténység specifikus állításai azok még bizonytalanabbak. Na most vegyük azt a hipotézist, hogy én fényűző, hogy én nekem magas a jövedelmem. Ezzel szemben egy jó ellenérv az, hogy én nem vásárolok luxusjavakat. Ez plausibilis. Most meg lehet cáfolni ezt az empirikus ellenérvet egy olyan póthipotézissel, hogy igaz ugyan, hogy én nekem magas a jövedelmem, de takarékos természetű ember vagyok. De ez az utóbbi hipotézis, ez csak valamelyest valószínű azon az alapon, hogy nekem magas a jövedelmem. Tehát a magas jövedelmű emberek egy jelentős része nem vigyáz a pénzére, és nem következik abból, hogy valakinek magas a jövedelme, az, hogy takarékos életmódot fog folytatni. Tehát következésképpen, hogyha mondjuk a teizmus alapján a kereszténységnek a valószínűsége 0,8, tehát 80%, tehát valaki azt mondja, hogy hát lehet, hogy Isten létezik, de a kereszténység nem igaz, de ez kevéssé valószínű, hanem mondjuk 80, ha Isten létezik, akkor 80% az a valószínűség annak, hogy a keresztény teizmus igaz, és ugyanakkor a rosszba vett induktív ateista érv
miatt a kereszténységnek, mondjuk a teizmusnak a valószínűsége nulla lesz, az a priori valószínűsége pedig mondjuk 0,5-50%, akkor így is alkalmas az érv arra, mivel ebben az esetben a kereszténység 0,5-es valószínűséget meg kell szoroznunk 0,8-al, és akkor már az eredmény csak 0,4 lesz, így is alkalmas az érv rá, hogy eltolja az álláspontunkat az ateizmus felé. Lehet, hogy nem olyan sokkal, ez attól függ, hogy mekkorának tartjuk a teizmus valószínűségét a rosszból vett ateista évtől függetlenül. Tehát nem csorbítja ki a kereszténységre hivatkozó speciális teodiceák, még ha jók is, akkor sem szüntetik meg a rosszból vett induktív ateista érvnek az empirikus erejét. Még egyszer mondom, azért nem, mert hogyha egy hipotézis csak úgy lehet megvédeni egy vele szemben álló empirikus ténytől, hogy kiegészítjük valamivel, ami nem következik belőle, akkor ez a hipotézis valószínűsége ellen szól. Na most nézzük meg Nagy Gergely konkrét keresztény alapokon álló teodiciáit. Ugye Nagy Gergely azt mondja a rosszról, hogy ugye a rossz és a vakon születettnek a szép példájára hivatkozik, Isten dicsőségét demonstrálja. Most hát először is kérdéses az, hogy morálisan joga van-e Istennek olyan súlyos szenvedéseket okozni a saját teremtményeinek, azért, hogy a saját dicsőséget megmutassa, vagy a saját dolgait megmutassa, ugye, mint amilyeneket ténylegesen okoz. Ugye valamennyien egyetértünk abban, hogy azok az emberek, akik a más emberek gyógyítása érdekében élő embereken kísérleteznek, ugye, ahogy ezt például a nemzeti szocialisták tették, ugye, azok valami igen rossz dolgot művelnek. Most persze erre az a keresztény válasz, hogy az embereken kísérletező doktoroknak az áldozataik nem a teremtményeik, nem ők teremtették. Nyilvánvalóan az, hogy mi Isten teremtményei vagyunk, az bizonyos jogokat ad Istennek velünk szemben, ez igaz. De ezek a jogok nyilván nem korlátlanok, hiszen ugye, hogyha volna egy olyan emberi társadalom, amely tudna mesterséges embereket teremteni már, ott tartanánk már, és akkor ezeket a mesterségesen teremtett embereket szörnyűségesen fájdalmas kísérleteknek vetnénk alá, és aztán megölnénk azért, hogy azért más betegségeket tudjunk gyógyítani, más az emberek betegségeit, akkor nyilván valami morálisan igen rossz dolgot művelnénk. Akkor is, hogyha a Nagy Gergelynek teljesen igaza van abban, hogy nem tudjuk pontosan, hogy mekkora az isteni mennyi ember előtt szolgálhatja, tekintve, hogy az emberiség még szerencsés esetben ugye 1 milliárd évig fog létezni a Földön, utána sem biztos, hogy el fog pusztulni, mert lehet, hogy el tudunk menni. Más bolygóra, szóval még 1 milliárd évig fog létezni, és nem tudjuk, hogy hány ember fogja még hallani mondjuk azokat a történeteket Isten dicsőségéről. Tehát kétségtelen, hogy ezt a megmutatás, ez egy nem tudjuk pontosan mekkora értékű jav. De mondhatjuk azt, hogy vannak olyan szenvedések, amelyeket semmilyen mértékű megmutatás, vagy senkinek kedvéért sincs joga, oka Istennek megengednie. Na most a második dolog az, hogy a szenvedések túlnyomó többsége úgy történik, hogy erre a célra teljesen alkalmatlan. Mondjuk vegyük a spanyol náthát, én konkrétan tudom azt, hogy a spanyol náthában Karinti Frigyesnek az első felesége, továbbá Kafka Margit és Kafka Margitnak a kisfia elpusztultak. Ezek nagyon szomorú dolgok, de a spanyol nátha több mint 20 millió áldozatáról én semmit nem tudok, és nagyon valószínű, hogy egy jelentős részük van, akiről senki nem fog soha semmit tudni, bár nem zárhatjuk azt ki, hogy igen, de azért elég plausibilis, hogy nem. Fokozottan így van ez az állatok szenvedésével az ember megjelenése előtt, mert nyilvánvaló, hogy ennek a szenvedésnek a túlnyomó része olyan, hogy soha semmilyen tudatos lényerről tudomást szerezni nem fog, tehát ezek nem alkalmasak arra a célra, arra a szerepre, amelyet a Nagy Gergely által kifejtett teodicea szán nekik. Nem mutathatja meg a révükön Isten a saját dicsőségét, nagyságát. Na most az isteni rejtettséggel szemben Nagy Gergely a református episztemológiára hivatkozik, amelyet azonban nem fejtett ki, tehát ezért most én elmondanám gyorsan, hogy ez a református episztemológia egy olyan koncepció, amely szerint a keresztény ember meggyőződései egyfajta kört alkottak. Azt hiszem, hogy ez teljesen helytálló. Tehát a református episztemológus azt mondja, hogy amennyiben Isten létezik, akkor vannak bizonyos vallási kognitív képességeink, és azok működnek egy bizonyos módon, és ezt le tudjuk írni. Persze nem tudjuk leírni egy meggyőző módon egy ateistának, de ha Isten létezik, akkor vannak vallási kognitív képességeink, ez a bizonyos sensus divinitatis, amelyről Nagy Gergely beszélt, és amelyet csak a bűn
homályosít el bennünk, és ezekre rábízhatjuk magunkat. Igaz persze, hogy hát a naturalista filozófus is leírhatja azt, hogy hogyan működnek az emberi kognitív képességek, az emberi érzékszervek, és azzal hogy ismerjük meg a fizikai tárgyakat, de hát a naturalista filozófus is tehetetlen a kartezianus szkeptikussal szemben, aki azt mondja, hogy nincsenek fizikai tárgyak, vagy nincsenek emberi érzékszervek. Hát miért kéne preferálnunk a naturalista kört a keresztény körrel szemben? Kérdezi Plantinga. Na most megpróbálok erre választ adni. Az első az, na most az isteni rejtettségből vett érvnek a klasszikus kifejtője, Schellenberg, az azt állítja, hogy nincs sensus divinitatis, tehát lehetne, de nincs ilyen háttértapasztalatunk. Pontosan ezt kérdezi, hogy akkor mi az oka annak, hogy ez miért nincs jelen valamennyiünk életében, mint egy folyamatos háttértapasztalat. De én most fel fogom tételezni, hogy van ilyen sensus divinitatis mindenkinek az életében, mindenki érzi egy homályos módon, így vagy úgy vagy amúgy, amíg a bűnnel nem homályosítja ezt benne, hogy Isten létezik, jelen van. Na most én inkább azt mondanám, hogy amennyiben van egy ilyen sensus divinitatisunk, akkor erre akkor sincs okunk rábízni magunkat, hogyha Isten, feltételezzük, hogy Isten létezik. Azt gondolom, hogy Isten másfajta evidenciákat adna nekünk, hogyha létezne. És nem a sensus divinitatis. Egyszerűen azért, mert a sensus divinitatis és a fizikai tárgyaknak az érzékelések között, amire Plantinga hivatkozik, hogy arra is rábízunk magunkat pedig. Nem tudjuk biztosan, hogy van-e külvilág. Van egy alapvető különbség. Az érzéki tapasztalatok térben, időben rendszeres módon történnek meg. És kísérletileg ellenőrizhető módon. A sensus divinitatis általában nem így működik. Ha én azt gondolom, hogy ugye a Kossuth utca 31 előtt látok egy elefántot, akkor én nem fogom elhinni azt, hogy egy Kossuth utca 31-ben lakik egy elefánt, hanem azt fogom gondolni, hogy álmodtam, vagy félreértettem valamit, vagy hasonló. Akkor fogom elhinni, hogyha van egy elefánt, hogyha rendszeresen látom, mások is látják, koordinálni tudom a magam tovább más tapasztalataival, és a más emberek tapasztalataival, ezt a tapasztalatomat, és kísérletileg ellenőrizni tudom, oda teszem a Kossuth utca 31 elé a friss finom szénát, vagy nem tudom, mit szeretnek nagyon az elefántok, szóval amit ő szeret, és akkor ugye persze előjön. De ezeket a fajta korteszteket és ezeket a fajta kísérleteket vallási tapasztalat esetében nem végezhetjük el, és a vallásos gondolkodás nagyon sok képviselője az élen ugye az első Aquinoi Tamással, aki kifejezetten kijelentette, hogy nincs sensus divinitatis, hanem érveink vannak, nem nyilvánvaló, nem egy érzésből nyilvánvaló igazság, hanem érvek vannak Isten létezése mellett. És az első vatikáni zsinat ugye a romaiakhoz írt levél első részének 20. verse alapján definiálta azt a dogmát, hogy Isten létezése a természetes és világosságánál biztosan felismerhető. Tehát nagyon sok teista is úgy gondolta, hogy Isten, ha létezne, szilárdabb evidenciákat adna nekünk, és nem a sensus divinitatis, hanem empiriából kiinduló érveket. Ilyeneket próbáltak kidolgozni, védelmezni. No, de most tegyük fel, hogy nincs igazam, és a sensus divinitatis egy megfelelő érv, vagy megfelelő evidencia Isten létezése mellett akkor, ha ő létezik. Tehát, hogy valóban egy ilyen körről van szó, ugyanúgy, mint ahogy a naturalista filozófus meggyőződései is egy kört alkotnak. Tehát a naturalista filozófus meg tudja magyarázni, hogy ha vannak fizikai tárgyak, akkor miért tudjuk őket megismerni az emberi érzékszervekkel, és hogyan tudjuk megismerni őket. Ugye ugyanígy a keresztény filozófus is meg tudja magyarázni, Véli Plantinga, hogy ha van Isten, akkor hogy tudjuk megismerni a vallási kognitív képességeinket. Most azt próbálom megmondanom a következőkben érzékeltetni, hogyha ezt elfogadjuk, ezt a koncepciót, ez egy parttalan világnézeti relativizmusnak szolgáltat ki bennünket, mert nem a kereszténység az egyetlen olyan világnézet, amely föltételez valamilyen valóságokat, amik, hogyha vannak, akkor meg, és meg tudja magyarázni, hogy miért ismerjük őket meg, és mikor ismerjük meg őket, és mikor nem. Ugye a marxista közgazdászok azt hiszik, nagyon furcsa dologban hisznek, mert ők azt gondolják, hogy egyedül az élő munka teremt értéket. Ugye? És mivel egyedül az élő munka teremt értéket, ezért a kapitalisták munkavállalók profitja kizárólag az élő munkának az elsajátított, meg nem fizetett élő munkából származik. Most ugye a nem marxista közgazdaságtan, és ugye a józan ész az inkább azt mondja, hogy az összes termelési tényezők hozzák létre az értéket. És ugye őket, és ezért a termelőeszközök tulajdonosainak a jövő haszna az abból származik, hogy nyersanyagot vagy gépeket bocsátanak a termelésnek a
rendelkezésére, termelési célok rendelkezésére, és nem pedig abból, hogy kizsákmányolják azokat, akik a munkát végzik. Tehát nem az ellopott munkaidőből származik a kapitalisták haszna. A marxistákat nem zavarja különösebben az, hogy a közgazdászok többsége nem marxista, mert azt mondják, hogy mivel a világban ugye, a munkásokat ténylegesen kizsákmányolják, és ezek a kizsákmányolók vannak hatalmon, ezért egész természetes dolog az, hogy hatalmi eszközökkel, meg ideológiai befolyásolással a legtöbb emberből és a legtöbb közgazdászból ki tudja oltani a kizsákmányolók hatalma ennek a felismerését. Tehát azért nem ismerik fel a nem marxista közgazdászok, hogy a marxizmusnak van igaza, mert nem rendelkeznek a megfelelő osztálytudattal, mert nem érzik át azt, hogy a proletariátus és a burzsuázia közti osztályellentét antagonisztikus. Ugye, és nem nehéz belátni, hogyha igazuk lenne, hogy az ellentét tényleg antagonisztikus lenne, és a mi világunkban a burzsuázia lenne hatalmon, ugye, akkor ez valószínűleg így is volna, valóban meg tudnák határozni, meg tudnák befolyásolni, tudnák a közgazdaság tudományt, kevés és bátor kutató merne csak szembeszállni akkor az uralkodó osztály által diktált tudományos konszenzussal. Na most ugyanígy a pszichoanalitikusok azok azt állítják, hogy az embereknek elfojtott szexuális és meg másfajta ösztönös vágyai vannak, és azok a pszichoanalitikus kezelésben válnak nyilvánvalóvá. Akkor az ember elmegy a pszichoanalitikushoz, és eszébe jut valami, ami valamilyen elfojtott vágyra utal, akkor a pszichoanalitikus azt mondja, hogy itt a bizonyíték, de amikor azt mondja, hogy semmi ilyesmi nem jut az eszébe, akkor azt mondják, hogy azért nem, mert erős benne az ellenállás, az elfojtás. Ugye? Hogyha a pszichoanalizisnek igaza volna, akkor valószínűleg lennének elfojtott vágyaink, föltárhatná őket a pszichoanalizis, és elszigetelhetné őt hát az ösztönös vágyai tudomásra vételétől. Tehát azt gondolom, hogy a rejtettségből vett érvet nem válaszolja meg a református episztemológia koncepciójának az elfogadása sem. Nagyon köszönöm a türelmeteket, a kitartást, azt, hogy végigkövettétek ezt a vitát, és nagyon köszönöm Szalai Miklós úrnak a rendkívüli közreműködését ebben a vitában. És köszönöm Bakos Gergelynek, hogy elvállalta ennek a vitának a moderálását, és köszönöm tényleg mindenkinek, aki végignézte vagy végighallgatta ezt. A ma este folyamán sokat említett téma volt a rossz létezése a világban, és az, hogy ez hogyan hat Isten létére és a mi életünkre. Úgy gondolom, hogy ha ez lenne az egyetlen érv tényleg az ateisták oldalán a teizmussal szemben, és a teizmusnak nem lenne más érve az ateizmussal szemben, akkor valóban az ateizmus oldalára billenteni ez az érv a mérleg nyelvét. Egyetértek Szalai úrral. De nem ez a helyzet áll fenn, a világban levő rossz nem az egyetlen területe annak a kérdéskörnek, amiről ma beszéltünk. Számos jó érv hozható fel a teizmus és a kereszténység mellett, melyek véleményem szerint igazolják ezen nézetek igazságait, így pedig a rosszból vett érv, míg ha úgy gondoljuk, hogy nem is kaptunk rá megfelelő választ, erőtlenné válik. A kérdés már csak az, hogy milyen felelőssége van Istennek ebben a kérdéskörben. Hogyha létezne, akkor tényleg rossznak kellene őt tartanunk? Én nem hiszem. És egy példát hadd mondja, képzeljetek el egy olyan helyzetet, ahol egy csőcselék ki akar végezni 20 ártatlan embert, és felszólítja a jó rendőrt, egy jó rendőrt, hogy végezzen ki egyetlen ártatlant, és akkor ez a 20 másik ártatlan, akit ők szeretnének kivégezni, megmenekülne. A kérdés, hogyha a rendőr nem enged a követeléseiknek, és nem végzi ki az egyetlen ártatlan embert, akkor nyomós okunk lenne azt gondolni, hogy ez a rendőr nem jó, hanem gonosz. Nem, hiszen a rendőr teljesen más módon ítélhető el, vagy hibáztatható, ha elítélhető, vagy hibáztatható egyáltalán, a mások által elkövetett, azt megbízhatóan előrejelezhető gonosz tettek következményeiért, mint ahogyan hibáztatható lenne a saját közvetlen mások által nem befolyásolt tetteiért. A 20 ártatlan vére így a csőcseléken szárad, és nem a rendőrön, hiszen ők cselekedték ezt a tettet, amit még akkor is, hogyha a rendőrnek azon válasza, hogy nem menti meg ezt a 20 ártatlant, kauzálisan hozzájárult a halálukhoz. Végül pedig úgy gondolom, hogy a szenvedésnek, amit átélünk ebben a világban, igenis van értelme. Nem csak az állati szenvedésnek, melyek azzal a demonstratív javakkal bírnak, hogy emlékeztetnek bennünket arra, hogyan a zsidókat is emlékeztették az állatáldozatok, hogy bűnösök vagyunk.
A demonstratív javak által még jobban megismerhetjük Istent, az ő akaratát és önmagunkat, valamint a világ romlottságát, ami körülvesz bennünket, még akkor is, ha azt senki rajtunk kívül nem látja, nem érzi és nem érzékeli. Emlékeztet a szenvedés bennünket Isten igazságosságára, Isten kegyelmére, szeretetére, és arra, hogy a mi életünk több, mint amit ebben a világban leélünk, és emlékeztetnek arra, hogy a túlvilági örömök, melyek az Isten gyermekeit várják, elképzelhetetlenül nagyobbak, mint a legnagyobb fájdalmunk is itt a Földön. És mindehhez, vagy akár a rejtettségből vett érvhez is egyetlen lépést kell csak tennünk, elfogadnunk, hogy a kereszténység igaz. Sem a demonstratív javak, sem a református episztemológia nem relativizál, hiszen egyrészt jó érveink vannak a többi vallással és az ateizmussal szemben is, másrészt jó érveink vannak a kereszténység igazsága mellett is. És a kereszténység hipotézise nem egy komplex és ezért alapvetően valószínűtlen hipotézis. Ugye absztrakcióként elmondhatjuk, hogy lehet valószínűtlen, ahogyan Szalai úr is kifejtette, viszont a történelmi konkrétumok fényében, tehát itt az üdvtörténet és az arról bizonságot tevő szentírás fényében egyáltalán nem valószínűtlen a kereszténység, és ráadásul összefüggő hipotézis is, tehát nem független hipotézisek összessége, hanem egymást erősítő és egymásból következő gondolatokból áll. Tehát szeretném hangsúlyozni, hogy itt nem előfeltételezem a kereszténység igazságát, nem így akarom igazolni a kereszténységet, hanem arra szeretnék rámutatni, hogy ha a kereszténység igaz, akkor a rosszból vett ér és a rejtettségbe vett ér nem állja meg a helyét. De elmondhatjuk azt is, és ezzel szeretném zárni az utolsó egy percben a mondandómat, hogy még ha ezek az intellektuális érvek, amiket felsorakoztatott Szalai úr, még ha ezek el is buknának ténylegesen, az ateisták részéről, a szenvedésnek és a rossznak az érzelmi hatása, elismerem, hogy továbbra is nagyon erőteljes az egyén életében. Ugyanis, hogyha azt látjuk, hogy egy szerettünk, vagy egy ártatlan ember szenved, vagy mi magunk élünk meg az életünkben szörnyű, elképzelhetetlen időszakokat, akkor jogosan merülhet fel bennünk a kérdés, hogy miért kéne nekem ezt az Istent, akiről a keresztények beszélnek, mindezen szenvedés közepette dicsőítenem. Ha azonban szenvedsz, vagy szenvedünk, és távol érzed magad Istentől, ha üresnek érzed magad belül, akkor se felejtsd el, hogy nem vagy egyedül, mert Isten tudja, mindenkiről tudja, hogy te ki vagy, mind mész keresztül, és ígéretet tett arra, hogy veled lesz a szenvedéseid közepette is, és erőt ad ahhoz, hogy ezt el tud hordozni. Tudja, hogy mit érzel, mert a saját fia is szenvedett. Megkínozták, és megölték őt úgy, hogy ő mindvégig ártatlan volt. De Jézus szenvedése is okkal történt. Azért, hogy a benne hívőknek életet adó kapcsolata lehessen Istennel. Mert Isten nem csak létezik, hanem szereti is az övéit, és reményt ad neki. Ahogyan a Jelenések könyvében olvassuk, mert Isten az új teremtésben letöröl minden könnyet a szemünkről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert ezek elmúlnak. Ez nekünk, keresztényeknek a reménységünk. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Én is szeretném megköszönni azt, hogy eljöttetek, és meghallgattatok bennünket, és már nem akarok a Nagy Gergely lelkész úr ellenérveire tovább reflektálni, mert erre már nincs időnk, csak egyetlen pontra szeretnék rámutatni, és az, hogy ő azt állítja, hogy ha tagadjuk az elégséges alap elvét, akkor abból egy egyetemes szkepszis következik. Nyilván tudunk dolgokat meg tudunk empirikus tényeket magyarázni valahogyan, nyilván vannak jó empirikus hipotézisek is, hogyha minden teljesen véletlen volna, akkor ezt nem tudnánk megtenni. Most ezzel kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy itt Nagy Gergely lelkész úr összekever két különböző kérdést, a logikai kontingenciának a kérdését és az ontológiai kontingenciáját. Ha azt mondom, hogy a világban minden egyes tény ontológiailag kontingens, tehát lehetne máshogy is, ahogyan van, akkor abból tényleg egy abszurd szkepszis következne. Viszont, hogyha azt mondom, hogy mindennek egy logikailag szükségszerű oka vagy magyarázata kell, hogy legyen a logikailag kontingens tényeknek, az abszolút egyrészt megalapozatlan, nem alapozza ezt meg semmi, miért ne lehetne bizonyos számú összefüggés vagy tény kontingens a világban. Másrészt ez ahhoz az abszurditáshoz vezete már Lenyecet is, akinek ugye Nagy Gergely lelkész úr
akire nagyleg egy támaszkodott, hogy Leibniz igazából nem tudta megmagyarázni ezt, hogy miért vannak egyáltalában kontingens tények. Tehát, hogyha van egy logikailag szükségszerű lény, és annak minden tulajdonsága logikailag szükségszerű, akkor nyilván a döntései is azok, és akkor nyilván az összes többi dolgok is, amiket teremtett, azok is logikai kontingenciával futják be a maguk pályáját, ahogy ezt Leibniz is ismerte. Mondván, hogy Isten belső szükségszerűséggel a jóságánál fogva a lehető legjobb világot teremtette, és minden egyes dolognak az individuális fogalmában, mondjuk Cézárénban, mondjuk benne rejlik az, hogy ő átlépte a Rubikot. Ebből az következne, hogy egyetlen tény sem kontingens, és ez megint csak abszurd. Tehát azt gondolom, hogy különbséget kell akközött tennünk, hogy ontológiai, hogy az egységes alapelvétel az ontológiai kontingenciából, vagy pedig a logikai kontingenciából indulunk ki. Az ontológiai kontingenciából kiindulva felállíthatunk egy érvet, amellett, hogy van valamilyen végső nem kontingens valóság, de ez lehet valamilyen örökkévaló és elpusztíthatatlan matéria is például. Na, ennyit szerettem volna mondani erről még, és a továbbiakban csak arról szeretnék egy pár szót szólni, hogy azt gondolom, hogy az ateista ember is megtalálhatja az egzisztenciális választ a szenvedés kérdésére. Tehát megtalálhatja abban, hogy nem értjük azt, hogy miért van a szenvedés, nem tudunk hinni abban, mert nem hiszünk benne, ugye, hogy valaki van, aki ezeket jóra fordítja, nincs olyan reménységünk, mint a keresztény embernek, de ez nem azt jelenti, hogy a szenvedés ez nem befolyásolja a döntéseinket, azt, ahogy élünk a magunk szenvedése és a másoké. Réő doktor, Albert Camus, a Pestis című regényének a főhőse, amikor megkérdezik, hogy miért gyógyítja az embereket, mikor nem hisz Istenben, akkor azt feleli, hogy ha hinne Istenben, akkor nem gyógyítaná az embereket, mert akkor neki engedné át ezt a feladatot. De mivel a világ mindenséget, rendjét a halál szabályozza, mondja, ezért talán az Istennek is az a legjobb, hogy ha minden erővel a halál ellen harcolunk, és sosem emeljük fel az ég felé a szemünket, ahol ő hallgat. És van még egy kis időnk? Nos, hát elmondanék egy történetet, amely egy mélységesen vallásos emberről szól. Ezt az embert úgy hívták, hogy Halberstam, és ez Kolozsváron volt rabbi. Halberstamot elhurcolták a nácik koncentrációs táborba, és ott 11 gyermekét gyilkolták meg, és a feleségét. Halberstam ennek ellenére mániákusan vallásos maradt az egész koncentrációs tábori tartózkodás alatt, tehát minden nap imaszéjjal imádkozott, és minden nap, ugye, és sohasem volt hajlandó megenni az olyan ételt, ami ugye nem volt kóser, rituálisan nem volt megfelelő, de még olyan edényből sem volt hajlandó enni, amelyben ilyen ételt találtak. Ugye, vagy esetben ilyen ételt főztek, tehát még tisztáltan edényből sem, meg följegyezték róla, hogy így a betonkeverőnél így próbálta azt az egy-egy csepp vizet leszedni, ami a betonkeverőnél forog, hogy rituálisan kezet tudjon mosni. No, valahányszor megverték a nácik, állandóan ezt ismételgette magában, hogy tedd, hogy az én szenvedésem megváltás legyen. Erre kérte Istent, és mindig azt mondta, biztos nem szolgáltalak kellő örömmel. Na szóval, nagyon-nagyon vallásos maradt ő a lágerben is, és akkor a lágerbeli tartózkodása során vége felé ugye meglőtte őt egy őr, és akkor egy súlyos sebb keletkezett rajta, és akkor látszott, hogy a náci doktorokhoz nem akart menni, mert tudta, hogy azok hova küldenék őt, hogyha hozzájuk fordulna a segítségre, hogy rászorított inkább egy faágat a sebre, és megfogadta, hogyha túlélje a háborút, egy kórházat fog létesíteni, ahol minden embert gyógyítanak vallásától, nemzetiségétől, származásától függetlenül. Na most túlélte a háborút, és létrehozta a kórházat Izraelben, ez a rabbi, mert újjászervezte a közösségét, és volt annyi pénzük, és valóban létrejött a kórház. És akkor egy napon a kórházban a rabbinak egy alkalmazottja, az ott propagálni akart a betegek között valami zsidó vallási előírásokat, azt hiszem a családi tisztaság, tehát a rituális fürdés meg egyebekkel kapcsolatban is én vallási propaganda brosúrát akart osztogatni, ez a beosztott. És akkor azt mondta a rabbi, én ezt nem engedem meg, én az embereken akartam, ez a nagyon-nagyon vallásos rabbi azt mondta, én az embereken akartam segíteni, nem pedig téríteni. Nem akarom, hogy azt mondják rám, hogy azért segítek rajtuk, mert propagandát akarok folytatni. Ebből csak azt akarom kihozni, hogy a hívő és a hitetlen ember megtalálhatja a közös nevezőt, közös életmagatartást a cselekvő szeretetben, abban, hogy vállalva a közös emberi sorsot, enyhíteni próbáljuk a szenvedést, a mások szenvedését. Köszönöm szépen!